Akkor elkezdenénk a mai ülésünket. Köszöntök mindenkit, aki jelen van, és aki ma eljött ide. Köszöntöm azokat is, akik nem jöttek el, és nagyon sokan jelezték, hogy majd az interneten keresztül felvételről meg fogják nézni. Kezdeném egy rövid bemutatkozással, már mindenki ismer. Tandari Zoltán vagyok, mint vállalkozó fényképész. A 2016-os önkormányzati választásokon az Ukrok Községi Összefogás Polgárok Csoportjának listavezetője, majd azután a Községi Képviselő Testületben a képviselőcsoport, úgymond frakció vezetője. Azzal kezdeném, hogy én körülbelül 5 évvel ezelőtt kényszerültem arra, hogy politikával foglalkozzak, és megmondom őszintén, erre személyes okaim is voltak. Mégpedig sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy személyesen is megtapasztaltam a községünkben a korrupciót, hogy így mondjam, a visszaéléseket, amit nem értettem és nem tudtam hova tenni. Ugye azelőtt én is végeztem a saját munkámat, ugyebár, és amikor az ember végzi a munkáját, és úgymond az önkormányzat, vagy a községi vezetőség nem avatkozik ebbe bele, hanem végzik ők is a saját dolgukat, akkor ugye az embereknek van egy kis nyugalma, hogy mond, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy a vezetők hogyan viselkednek. Most ebben a felszólalásomban hát előre elnézést szeretnék kérni mindenkitől. Tehát ahogy megszokhatták és láthatták az interneten, tehát eléggé úgymond éles nyelven kimondom, ami a szívemben a számon. Teszem ezt a képviselőtestületi üléseken is, és nincs szándékomban senkit megsérteni. És általánosságban beszélek községünk dolgairól, és a K2-üléseken is ebből próbálják kiforgatni a szavaimat, hogy én ott személyeskedek, és hogy én embereket sértegetek. Hát ez nem így van. A napokban történt egy érdekes dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy hasonló dolgok történtek már az elmúlt 5 évben is. Elhívtak egy bemutatóra felvételt készíteni. A bemutatót 2 személy tartotta, és az egyik személy elhívott, hogy menjek és készítsek fölvételt a bemutatóról. Azután még 2-3-szor az illető személy eljött, és azt mondta, hogy el kell, hogy menjek, de azért majd ő még egyszer szólni fog, és majd még egyszer megerősíti, hogy én menjek. És amikor véget ért a bemutató, akkor megkérdeztem, hogy ez most mi volt. Hogy miért gondolkodott, hogy most menjek, vagy ne menjek. Azt mondja, hogy a másik fél, aki a bemutatót tartotta, erélyes hangon tiltakozott, hogy ne hívjátok a Tandarit, mert ő nem VMS-es. Na akkor most kérdezem én, hogy aki nem VMS-es, az már nem is ember, vagy ne talán leprás vagyok? Hát ki kell jelentenem, köszönöm szépen, büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, de arra még inkább, hogy nem vagyok VMS-es. És nagyon sokan már tudják, de azt is elmondom, hogy 5 évvel ezelőtt ugye én magam is elkezdtem fórumokat üzemeltetni a közösségi hálón, a Facebookon, és teszem ezt rendületlenül,
5 éven keresztül. És megkérdezem önöket, mit gondolnak, hogy ezért az aktivitásért nekem mennyit fizetett Soros György? A választ ezt mindenki tudja, akkor ugye felteti a hatalom a kérdést, hogy ugye nekem elmentek otthonról, valami bajom van, miért teszem ezt, amikor nekem ebből semmi hasznom nincs. Nekem ezért senki nem fizet egy dinárt sem. De azért megjegyezném, hogy az 5 év alatt rengeteg emberen tudtam segíteni. Számtalan levelet közöltem, számtalan kérdésre adtam választ, információkat, telefonszámokat, bárki hozzám fordul, mindenkinek segítettem. És a hatalom hihetetlenül áll ez mellett, hogy mivel tudjuk azt, hogy ilyen pénzorientált társadalomban élünk, a világ a pénz körül forog, és hát elképzelhetetlen az, hogy valaki ingyen is dolgozzon. Most önöknek elárulom, hogy nekem az egyetlen motivációm az volt, és az lesz a jövőben is, hogy próbáljunk a községünkben rendet tenni ebben a kuplerágyban. Azt hiszem, azt mindannyian tudjuk és érezzük, hogy itt valami nem stímel. Állítólag mi demokráciában élünk, de milyen demokráciában? Ez csak egy politikai demokrácia, mert nem nevezhető demokráciának az, amikor az embereknek, a község polgárainak nem lehet szabad akarata, nem lehet szabad gondolata, nem lehet saját döntése, majd bentről ők tudják, hogy nekünk mi a jó. Hát mindannyian érezzük, hogy nekünk nem kell, hogy megmondják, hogy mi a jó, mert mi azt mi nagyon jól tudjuk, hogy nekünk ugye mi lenne a jó, és ezt ne döntsék el mások helyettünk. Készítettem, nem volt könnyű, egy összefoglalót az elmúlt egy év munkájáról, ugyebár, és amit az emberek láthatnak, a mi munkánkat leginkább a képviselőtestületi üléseken tudjuk megmutatni, és most ebből egy csokrot bemutatok önöknek. Ugye az elmúlt egy év alatt 10 darab képviselőtestületi ülésen vagyunk túl. Az egyik dolog, amin egy éve csodálkozunk, hogy valójában a hatalomnak nincsen semmilyen programja. A választások előtt sem volt, csak volt egy univerzális program, amely az egész országra vonatkozott, de helyi szintű program nem volt, és a mai napig nincs. Ezt mi úgy értelmezzük, hogy az önkormányzat azt sem tudja, hogy mi a feladata, mi a célkitűzése, mit kellene, hogy csináljon, ők egyszerűen csak ott el vannak és sodródnak az áram. A következő dolog, amit már az első ülések alkalmával felszólalásommal elmondtam, ugye tudjuk, hogy a jelenlegi hatalmi koalícióban képviselő testület elnöke a Haladó Pártból került ki, tehát az ülések szernyelven vannak levezetve. Na most én kértem, mivel az üléseket felvételezik, és hála Istennek a YouTube-on is még megjelennek a vágatlan ülésanyagok, kértük azt, hogy jó lenne a többségében magyar ajkú községben a szerb felszólalásokat, hogyha magyarul is aláírnák, hogy a többségben magyar emberek azt megértsék,
hogy a képviselők miről döntenek és hogyan döntenek. Egyszer volt egy olyan válasz, hogy folyamatban van, hát ez egy éve folyamatban van, tehát ebből nem lesz semmi, el van felejtve. Egyszer megtörtént, hogy a hatalom folyamatosan azon agyal, úgy mondom, hogy hogyan tudják hátráltatni a mi munkánkat, hogyan tudják semmissé tenni azt, amiről mi beszélünk, ahogy a polgárokhoz szólunk, és megtörtént az, hogy az egyik ülésnek az utolsó napirendi pontját, amely kérdések és indítványok, egy az egyben kihagyták, tehát cenzúrázták. És miután egy sajtótájékoztatót mi készítettünk magunknak, és feltettük az internetre, illetve kértem a felvett hanganyagot az ülésről, mert nem csak videó, hanem hanganyag is készül, és én magam a hanganyagból készítettem aztán egy kis filmet, amit meg tudtam a közönséggel osztani, a polgárokkal. Na most a jövőben ezt már nem tették, de megkérdeztem a polgármestert is, egyetért azzal, hogy cenzúráznak, hogy cenzúrázzák az ülések anyagát. Erre persze választ nem kaptam. Azután az történt, hogy a következő ülések alkalmával, hogy ne kelljen kivágni anyagot, egyszerűen törölték a napirendi pontot. Tehát kérdések és indítványok napirendi pont nem volt. Ezzel tulajdonképpen csorbították a képviselők jogait, hogy ők kérdezzenek a képviselőktől, a polgármestertől, tanácsosoktól, vagy bárkitől. És így elmúlt négy ülés, amikor a kérdések napirendi pont hiányzott. Amikor utoljára a felszólalásomban ugye szóvá tettem, hogy ezzel törvénytelen módon csorbítják a képviselőknek a jogait, akkor ez most az utolsó ülésre visszakerült, ez a napirendi pont. Tehát folyamatosan azon törekednek, hogy egyszerűen az ellenzéket elnyomják, és mintha mi nem is léteznénk, ez kiderül az ő sajtótájékoztatójukból is, ahol minden szép és jó, az ellenzékről egy szó sem eshet. A hitelek. Az elmúlt évben ugye számos hitel fel lett vedve, most hogy hagyjálítsek, például mindenki ismeri a medencére, a Tiszaparti medence felújítására 19,5 millió dinár. Ezzel kapcsolatban készítettem egy széles átfogó bemutató kisfilmet a medencénél, a YouTube-on ezt is több mint 1300-an látták, hogy ez a 19,5 millió dinár, ez nagyon sok, és nem fogják azt az eredményt megkapni, amit ők elvárnak tőle, de az ellenzék hiába mond bármit, ezt ők véghez vitték. Polgármesternek voltak nyilatkozatai, igen, ebben a medencében benne lesz a szűrő is, ez egy biztonságos medence lesz, és ez egy modern, korszerű medence lesz, télen szétszerelhető, stb. Hát ez nagyon gyorsan bebizonyosodott a nyáron, amikor a gyerekek tömegei fertőzést kaptak a medencében, mert ebben a medencében nincs szűrőrendszer, és abszolút nem felel meg az európai igényeknek, egyáltalán semmilyen egészségügyi igénynek nem felel meg. Tulajdonképpen csak külalakban maszkíroztak rajta, és hogy jobban nézzen ki. A legutóbbi hitel, ugye fűtésre vettek fel 36,4 millió dinárt. Az érdekesség ebben az, hogy miután ez szárnyra kelt, ugye, hogy Magyar Kanizsán már az alapszükségletekre is hitelt vesz fel, eljött a Vajdasági RTV, és kérdezték a polgármestert a hitellel kapcsolatban. Hát ebben a nyilatkozatban már szó sem volt arról, hogy rezsit fizetünk, vagy fűtést fizetünk, hanem községi fejlesztésre vettük fel a hitelt. Hát ennyit a hitelességről.
Azt is tudnunk kell, hogy az egészségháznak 70 millió dináros adóssága van, ez évről évre szaporodott fel, az önkormányzat ezzel nem foglalkozik, pedig ezt egyszer valakinek majd vissza kell fizetni. A költségvetés egy állandó téma képviselőtestületi üléseken. A költségvetés folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy tékozló, és nem a polgárok érdekeit képviseli. Ezt hogyan kell elképzelni? Tulajdonképpen minden maradt a régiben. Tehát a régi begyöpesedett módszerek, ugye az önkormányzat úgymond sablonok alapján megvan, hogy melyik cégekkel mit végeztetünk el, és ők utalnak Szélrózsa irányába. És ezen nem gondolkodnak senki sem, és nem is az a feladatuk, hogy gondolkodjanak, hogy valójában kinek utalunk, mennyit utalunk, és azért az átutalt millióért kapjuk-e a megfelelő árértékű szolgáltatást. Ezen nem gondolkodnak, de viszont ugye vannak úgynevezett bizonyos sablonok, tehát kiírják a közbeszerzést, most például említsem, a szúnyog írtásra is kiírják a közbeszerzést, és évente fizetünk már most föl turbozták, úgymond 5-6 millió dinára a szúnyogírtás és hozzátéve a parlagfűírtás, 5-6 millió dinárt fizetünk egy cégnek, és az sablon szerint ugyanaz a cég nyeri el. A sablonban az van, hogy annak a bizonyos cégnek akkor pályázhat, hogyha van 3 repülőgépe. Na most kérdezem én, amikor egy repülőgéppel sem végzik el a kívánt szolgáltatást, akkor miért kell 3 repülőgép ahhoz, hogy valaki egy pályázatot megnyerjen? És ez minden pályázatra szinte igaz, hogy úgy vannak a pályázatok írva, hogy azok személyre vannak szabva, és csak az a bizonyos szolgáltató felel meg a feltételeknek, és csak ő fogja elnyerni a 2-3-szoros ára felturbózott közbeszerzést. Mert bizony, utána néztem, van jócskán legalább 4-5 szolgáltatót találtam, akik a szúnyogírtást végzik, és olyat is találtam, átnéztem másik községeknek az árajánlatait, és találtam olyan ajánlatot is, ahol a mi elfogadott árunknak az 1/3-áért végzik a szúnyogírtást. De az nekünk nem jó, mert az nem minőségi. Gondolom én. Ugye tudjuk, van egy szép buszállomásunk. A buszállomást a KKT ülésen elfogadtuk, vagy illetve a hatalom elfogadta. Július 1-től közbeszerzés alapján az Enka Putnicki kapta el. Július 1-től. Na most már lassan itt a következő július 1-je, de az a buszállomás még nem működik. Ott nincs semmi, ott szemét, ott a táblák a földön hevernek, nincs gazdája, de én azt hiszem, még átviteli problémák is vannak, hogy azt még át sem tudták lenni. Az már más kérdés, hogy szükség volt-e oda arra a buszállomásra és hogy miért. De viszont az biztos, hogy a buszállomásra is már egyszer fölvettünk 36 millió dinár hitelt, és hogy az a buszállomás több mint 60 millió dinárba került. A költségvetésnek, azaz az önök közpénzekből, az önök pénzéből finanszírozták ezt is. Sűrű téma, a legutóbbi ülésen is téma volt, az IPA pályázatok, Európai Uniós pénzek, határon átnyúló IPA pályázatok. És most volt egy beszámoló, hogy a 2016-os évben is voltak nagyon komoly önkormányzati pályázatok. Az egyik ilyen volt a Banatur nevű 141 ezer eurós pályázat, ahol az önkormányzatunk 141 ezer eurót nyert. De ez mellett még van számtalan pályázat, tehát az elmúlt évben 200-300 ezer eurót nyertünk pályázatokból. Most az az érdekes, hogy a község polgárai
beleértve engem is, bár talán nem, mert én azért utána szoktam nézni az interneten, a polgárok többségének fogalma sincs, hogy mennyi pénzt nyerünk Európai Unióból, pályázatokból. Azt se tudjuk, hogy az létezik, nem, hogy még abból mi készült. Na most, hogyha nem lett volna ez a beszámoló, akkor sok mindent mi se tudtunk volna meg, képviselők, és kiderült, hogy ez a 141 ezer eurós pályázat vidékfejlesztésről szólt, és ez elment adatgyűjtésre, elment tanulmányi útra, elment reklámanyagok nyomtatására, és esetleg valaki hallott-e, akár itt önök közül, vagy akik megnézik a képernyők előtt, hogy hallott-e valaki arról, erre a Balátor nevű pályázatról, ami 141 ezer euró, és hogy kinek származott ebből haszna? Mert hogy nekünk polgároknak biztos nem. És számtalan ilyen eset van, az elmúlt években, tehát eurómilliók jönnek Európai Unióból, és az idén is fognak jönni, és a jövőben még több pénz fog jönni, és egyszerűen ezek a pénzek eltűnnek. De nem váltják be azt, amire azt szánják, vagy a céljait. Tehát az elmúlt években számtalan móló készült, új mólójavítás, hajók. Amikor átadtuk a pályázaton megnyert hajókat, járőrhajó, akkor láttunk szépen videófelvételt, tudósítást arról, hogy mutatta a kamera a hajókat Tiszaparton, a kajakosoknál, hogy ezt nyertük európai pályázatból. Hol vannak ezek a hajók? Számtalan millió kérdést én átadtam az önkormányzatnak. Folyamatosan kérdésekkel bombázom őket. Erre a hajókra azt kaptam a válaszként, hogy be vannak raktározva. Na jó, de hova? Hova vannak beraktározva, és egyáltalán van-e valami funkciójuk, céljuk, vagy minek kellettek azok a hajók, vagy ne talán másik köskétben is bemutatták a pályázat nyereményeként. Ezt nem tudjuk. Szóval az Európai Uniós pályázatok arról szólnak, hogy hát a nép nyelvén mondanám pénzmosás. És azt is megkérdeztem, illetve ezt most a napokban hallottam, és a CICR-nek az igazgatójával beszéltem, mert kértem tőlük írásban, hogy ki az a 20 személy, aki a község területén a pályázatokat összeállítja, aki a pályázatokat elkészíti, elbírálja, hogy mire pályázunk, a község mire pályázik. És akkor erre az igazgatónő nekem azt mondta, hogy az Európai Uniós pályázatokra nem ez a 20 személy dönt, hanem azt a polgármester dönti el, vagy esetleg a tanácsnokok, ha megkérdezik. Tehát ez egy felső döntés, hogy ezek a pályázatok hogyan készülnek el, és mire pályázunk. És utána ezeknek az biztos, és magyarázta a polgármester úr, ugye, hogy ez milyen szigorú szabályok szerint történik, ezt többször ellenőrzik, az rendben van. De a probléma ott van, hogy például ebből a 141 ezer euróból is 15% önrészt mi adtunk, az önkormányzatunk. Tehát ezt nem nehéz kiszámolni, 21 ezer euró önrészt adtunk a 141 ezer eurós pályázathoz. Na most kérdezem én, hogy mire jó nekünk ez az Európai Uniós pályázat, hogyha azért, amit kaptunk, a nagy semmiért, még kiadunk 21 ezer eurót. Mire? Tehát a pályázatoknak a valódi értéke annyit nem ér, mint a befektetett önrész. És ezen a jövőben is igenis nagyon is kellene változtatni, és ezt a pénzmosodát úgymond megszüntetni, és a községben bevonni az összes képviselőt és az összes polgárt, és úgy pályázni az uniós pénzekre, hogy az az egész község hasznára váljon, és valódi turizmus fejlesztés történjen belőle. Erre szintén az volt egy válasz, hogy ezt így nem lehet,
Mert pályázni csak kész, kidolgozott tervekre lehet. Ezt most megint nem tudom elfogadni, ezt a választ. Mégpedig azért nem, mert hogyha a községben, ugye a falvakban, a helyi közösségek elnökével bevonják a lakosságot, és megkérdezik, hogy kérünk ötleteket, mondjanak itt a faluban, mi az, ami egy kicsit föllendítené a turizmust, vagy az, amire a falunak szüksége lenne, hogy mi a falu egy kicsit kiemelkedjen a szegénységből, illetve ami a lakosoknak a hasznára válna, és akkor a falu dönt, és az információt a falu elnök átadja a községnek, a polgármesternek, és a polgármester ebben az irányban akkor készítik a terveket, úgymond, és előre elkészítik a falunak a terveket, hogy mire van szükség. És akkor nem mondhatják azt, hogy hát mi csak arra pályázhatunk, amire van tervünk, és közben tervek hátán millióként készülnek, mert nem semmi értelme, és nincs is megvalósítása. Tehát így értelmesen ki lehetne használni, oké, tervek kellene, jó, megkérdeztük a falvakat, a polgárokat, terveztünk, és akkor várjuk az alkalmat, jön az Európai Uniós pénz, rácsapunk, ezt a tervet beépítjük, és a falunak tettünk valamit. Pályázatokról röviden ennyit. Mik történtek még? Ugye megszűntek, az országos törvények alapján megszűntek a közvállalatok a községünkben. Mégpedig a törvény úgy mondja ki, hogy azokat a közvállalatokat kell megszüntetni, amelyek nem önállátóak, tehát nem lehetnek a költségvetési terhére. Így megszűnt a településrendezési közvállalatunk. Ugye volt egy Info Kft-nk, amelynek egy része szintén megszűnt, a másik részben dolgoznak, könyveléseket végeznek a Városházán. Akkor megszűnt a Dispatcher Kft-nk, azaz még nem tudunk róla, hogy megszűnt. Miért? Mert erről nem volt szó még az üléseken. Tehát a folyamatot végigvittük az üléseken, ami a településrendezési közvállalatot illeti, tehát a felszámolás, az értékek, hogy mik vannak, stb. Tehát erről sokat tudunk és hallottunk. A Dispatcher Kft-t egyelőre titok övezi. Ezt is föltettem egy kérdésben, amire még várom a választ, bár két hétre, törvény szerint két hétre kellene a válaszokat, hogy megadják a képviselőknek. Hát azon már jól túlfutottunk, de majd egyszer csak megérkeznek. És kérdeztem, hogy a Dispatcher Kft-vel mi van, tisztánlásunk, hogy megszüntették, nem szüntették, és egyáltalán az alakulás óta hány járműve volt, milyen értékben voltak autók, járművek, azokat az autókat elárverezték, vagy nem árverezték, mekkora értékben, bár a, minden évben a külső könyvvizsgáló, aki a költségvetést vizsgálja, minden évben megjegyezte, hogy a Dispatcher Kft. Az veszteséges, és nem indokolt a működése. A Dispatcher Kft-re volna szintén különben egy ötletünk, vagy lett volna már ötletünk, hogy az hogy lehetett volna pozitívan működtetni. Például, hogyha a buszokat nem az enkaputisnek, akinek vásárolunk, hanem a Dispatcher Kft-nek vásárolunk, és rábízzuk a község területén a diákoknak az utaztatását, és nem egy külső céget segítünk, hogy a gyerekek utaztatását kifizetjük dupláron, vagy legalább dupláron, mint amennyiért ugyanazon a kilométeren a Szubotica Transz vitte gyerekeket, hanem azt a pénzt, azt itt hagyjuk a községben, és saját magunknak és a saját gyerekeinknek teszünk jót, és esetleg olcsóbban utaztatjuk a gyerekeinket, de valami bődületes problémák vannak a gondolkodásban, itt a községünkben. Volt egy olyan kérdés, van nekünk egy olyan, hogy turisztikai destinációs menedzsment, és az KKT ülésen megkérdeztük, és megkérdeztem, hogy azzal mi történik, hogy azt felszámolják azt is, vagy nem számolják föl. Ugye erre az volt a válasz, hogy az nem tartozik az önkormányzathoz, arról mi nem tudunk nyilatkozni, arról nem tudunk mit mondani.
És de hogy nem tudunk nyilatkozni, amikor az önkormányzat azt is pénzelte minden évben milliókkal. Akkor hogy nem nyilatkozunk róla, amikor a mi pénzünket tettük oda is bele a desztinációs menedzsment irodába, ami tulajdonképpen nem csinál semmit. Évente készít egy jelentést, hogy hányan aludtak a banyába. Ennyi. És akkor lehet tovább kártyázni. Áremelések. Egy következő témakör. Az elmúlt egy évben 10%-kal megemelték a személydíjat, annak ellenére, hogy erről volt tanácsülés, és a tanács ezt nem szavazta meg, mert nem találta indokoltnak, és nem kaptunk elegendő információt ahhoz, hogy miért indokolják az áremelést. Természetesen a tanács gyűlésének a döntése ellenére a képviselőtestület és a szavazógépezet megszavazta. Volt vagyonadó emelés, községünkben évente 120 millió dinár bevétel van vagyonadóból, amit önök befizetnek. Volt vízdíjemelés, 12%-os vízdíjemelés. Ennek szintén ellene voltunk, szintén nem tartjuk indokolnak, mivel a vízszolgáltatás az egy olyan szolgáltatás a községben, ami az önkormányzat hatáskörében tartozik, és ez egy olyan szolgáltatás, ahol tulajdonképpen a minimális költségeket kellene, hogy rázódítsa a lakosokra, és ebben tudná támogatni a lakosságot és a jobb életminőséget, hogy kevesebb adó rezsit kelljen fizetni. Sőt, mi azt mondtuk, hogy inkább csökkenteni kellene a vízdíj árát, mert így is nagyon sok szerbiai községhez, városhoz képest, így is a legmagasabb a környékünkön a vízdíj, beleértve Zentát, Szabadkát, tehát az az észak-bácskai régióban. Mindenki tudja, hogy nem csak áremelés volt, hanem volt árcsökkenés is. Mégpedig a gáz köbméterenkénti ára 10 dinárra csökkent. Ez vajon hogyan történhetett meg? A válasz egyszerű, kikerült az önkormányzatunk hatásköréből, és átvette a kikindai Szürbiagáz, és rögtön csökkenteni tudták az árát. Tehát ez a példa arra jó, hogy igenis, hogyha megvolna a szándék a községben, akkor legalább azoknak az adónemeknek és szolgáltatásoknak az árait tudnánk visszaszorítani, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Szó volt még az üléseken, nem egy alkalommal, regionális hulladék lerakóról. Ez biztos erről már hallott mindenki. Ugye ez az Orom-Szabadka között épül ez a bizonyos hulladéklerakó, amelynek jelentős részét az Európai Unió támogatja, ugye ezt tudjuk, és tudjuk azt is, hogy az önrész ugye mit jelent községünkben, ami mi önrészt fizetünk, azt tulajdonképpen abban le is tudunk mindent. És évek óta önkormányzatunk fizeti költségvetésből, közpénzekből, az önök pénzéből fizeti a regionális hulladék lerakónak a kiépítését és a működtetését. És ez úgy néz ki, hogy az idén fizetünk 6,5 milliót működésre, 12,6 millió dinárt pedig a kiépítésekre, azaz 19 millió dinárt fizetünk az idén is. Közpénzből, az önök pénzéből. Most ezt, hogyha lebontjuk lakosokra, hát most ugye mennyi lakos van a községben? 23 ezer? 25 ezer? 23 ezer sem? De akárhogy is, ha próbáljuk körülbelül kiig kalkulálni, az azt jelenti, hogy önök mindannyian évek óta fejenként havonta már 75 dinár fizetnek azért, hogy kiépüljön az a regionális hulladéklerakó.
Ha állítólag szeptemberben ez befejeződik, és elindul a működése, akkor állítólag már nem az önkormányzat fizeti, hanem minden egyes polgár fizeti havonta személyenként a 75 dináros illetéket. Tehát ez nem a Brandner, után fizetjük, semmi köze a Brandnerhoz. Nem fogunk semmit észrevenni, ugyebár ugyanaz viszi a szemetet, de a Brandner számla mellé kapunk még egy fejenként 75 dináros számlát. És ez arra lesz jó, hogy a regionális hulladék lerakóban európai színvonalon úgymond feldolgozzák a mi szemetünket, válogassák, stb. És hogy egészségesebb környezetben élhessünk. És ebben elsők vagyunk Szerbiában, mint nagyon sok mindenben, Magyar Kanizsa község első Szerbiában. Ezt már az elmúlt időszakokban láthattuk, hogy különböző díjat kapott a község, az önkormányzat, stb. Hát volna nekem is néhány javaslatom, hogy milyen díjat kellene adni, hogy miben vagyunk mi elsők Magyar Kanizsa községben. Beszéltünk már a közbeszerzésekről. Na most ugyanez a helyzet a közintézményekben kiírt munkásoknak a pályázataira is. Így történhetett meg az is, hogy Kanizsán a könyvtár igazgatói székébe állatorvos került. Például. De legyen ez az ICR igazgatójának a megválasztása, vagy bármi más. Tehát ezek a pályázatok is mind személyre vannak szabva, és akit a párt eldöntött, az fog oda kerülni, és nem számít, hogy ért hozzá, vagy nem ért hozzá. A pártkatonánkat elhelyezzük egy jól működő, jó állásban, és megháláljuk azt a hűséget, amit a párt iránt tanúsított. A tervekről már beszéltem, ugye most Oromi Sportközpont terve is készülőben van, ezt elfogadtuk most az utolsó ülésen. Sok szerencsét kívántam az oromiaknak, hogy ez a terv végre egyszer meg is valósuljon, mert a számtalan terv és a számtalan milliós terv, amik csak készültek, azok soha nem valósultak meg. Az volt a lényeg, hogy a milliókat kifizessük azokra a tervekre. Az már nem számít, hogy lesz-e belőle valaha is valami. Egy kicsit beszélnék tömegmanipulációról. Mit értek ez alatt? Én úgy gondolom, és elnézést kérek most a média képviselőjétől is, vagy aki jelen van, úgy gondolom, hogy a cenzúra mögött tömegmanipuláció áll, tehát az ellenzéket, a másként gondolkodókat nem szabad megszólaltatni, őnekik nem lehet véleményük, csak azt ma lehet elmondani, amit a hatalom gondol, amit a hatalom csinál, és ezt kell a főjárású médiákban a közönség elé tárni, úgymond félrevezetni a lakosságot. Most nem állítom, hogy ezek a cikkek hazugok lennének, mivel azért már annyira informáltak vagyunk, hogy rájövünk gyorsan, hogyha valaki hazudik, de inkább azt mondanám, hogy részinformációkat közölnek. Tehát csak azt mondják el, amik rájuk nézve szép és jó. Azon kívül mindent elhallgatnak, tehát így nem juthat szóhoz egy ellenzéki képviselő sem. Tehát az elmúlt egy évben én is, mint frakcióvezető, még az alakuló ülés után sem adhattam sajtótájékoztatót, azat adtam, de egy szó sem jelent meg belőle. És hagyd mondjak egy ellenpéldát, amikor nemrégiben elmentem Zentára, Morvai Krisztina európai képviselőnek a fórumára, és felszólaltam, és mondhatom azt, hogy egyszerűen a média rám csapott,
A felszólalások után a Vajdasági RTV kihívott riportot kért tőlem, a tévében azután ezt le is adták részben, de legalább megjelent. Kint volt a Magyar Szó készített egy, úgymond, egy cikket az magáról az egész ülésről, és egyetlen egy szó nem jelent meg a Magyar Szóban, mert a főszerkesztő szerint ez már nem érdekes. Ez a téma nem érdekes. Ami nem a VMS talál ki, ami nem őket érteti, ami a másképp gondolkodók véleménye, az nem érdekes. És hogy mondjam el, például mindenki tudja, nemrégiben, amikor összehívták a Prosperitáti nyerteseit, ugye, sportcsarnokban, 3600 embert tereltek össze. Na, ez az a tömegmanipuláció, amikor falomra hűítik az embereket. Mindenki kényelmesen a saját környezetében, az irodájában átadta a pályázatát, aláírhatta volna a szerződést. De annak nincs akkora vízhangja, ugye bár jobbat mutat az, hogy 3600 ember itt éljen, ugye újjon és örül, hogy milyen fantasztikus ez a Prosperitáti. Mielőtt még elindult ez a Prosperitáti pályázat, volt nekem egy számításom, amit akkor közöltem az interneten. Ugye kiszámoltam, hogy hány községből hány ember tud nyereményhez jutni, mekkora összegeket tudnak kiosztani. Hát jelenleg is van egy álláspontom a Prosperitátival kapcsolatban. Mégpedig azt mondom, hogy szép és jó. Jó az, hogy az emberek egy plusz jövedelemhez jutnak, hogy hozzájutnak még egy géphez, egy szerszámhoz, akármihez. De én egy kicsit másképpen gondolkodnék inkább. Én azt mondom, hogy ez a kis plusz jövedelem, amihez hozzájutnak a polgárok, ez nem tud minőségi fejlődést hozni, és nem tudja élénkíteni a gazdaságot. Ez csak egy olyan tüneti kezelés akar lenni, vagy még az sem. Én azt mondom inkább, hogy nem kellene, ha nem lenne a Prosperitáti, viszont hagynák az embereket élni, hagynák az embereket dolgozni, nem nyírbálnák meg folyamatosan nagyobbnál nagyobb kötelezettségekkel, költségekkel, adókkal, nem üldöznék el a fiataljainkat, fordítanának időt a gazdaságra, dübörögne a községben a gazdaság, ugye a kuncsaktok egymásnak adnák a kilincset, és akkor senkinek sem kellene támogatás, könyöradomány, hanem mi mindannyian, ahogy azelőtt is, szorgalmas munkával megkeressük, és azt veszünk, amit akarunk, és sokkal többet megkeresünk, mint amennyit ez a Prosperitáti tud nyújtani a vállalkozóknak. Tehát én személy szerint én nem pályáztam, nem is fogok, mégpedig nem azért, mert rossznak tartom, de úgy gondolom, hogy ez a magyarországi pénz, amire a VMS rátette a kezét, tehát én ebből is azt mondom, hogy piszkos pénzből, piszkos kézből nem kell a könnyű adomány. Hagyjanak dolgozni, hagyjanak élni, hagyjanak a szabad versenyszellemben pályázni, hogy munkákat a minőség által tudjak megfogni, ne az alapján, hogy kinek mennyi pénzt adok a zsebébe, és akkor majd én meg tudom venni azt, amire nekem szükségem van. Azt mondja, hogy az elmúlt egy évben polgármesterünknek voltak úgymond ilyen aranyköpései. Most én ezekből néhányat fölidéznék. Az Info TV-ben megjelent egy riport, volt egy riport, ahol a polgármester azt mondta, hogy a jövőben 100-200 millió dinárt tudunk majd a gazdaságra fordítani.
Na most ez így szép és jó, és igaznak kellene, hogy legyen. Csak ezt őtőlük, a VMS-től nem várhatjuk el, amikor folyamatos hiánnyal küszködik a költségvetés, és az önkormányzatban dolgozók fizetését nem tudják időben kifizetni. Megkérdeztem a pénzügyesünket, ugye Domonkos Tibor egyszer, mit gondol, és mit mond, mi az ő szakmai véleménye. Községünkben mekkora költségvetésre van szükség, hogy a zavartalanul működni tudjon. Tehát a közintézmények és minden olyan funkció működni tudjon községben, amire szükségünk van. Erre a Domonkos Tibor nekem azt mondta, hogy a 600 millió dinár. Jó, elfogadom, mert szerintem le lehetne ezt még paragni, kijönnénk mi 400-500 millió, mégis de legyen 600. És azt nézzük, hogy mennyi az éves költségvetésünk, mekkora 700 millió, 800 millió, 900, évről évre csökken, de még jelen pillanatban is még 2-300 millió dinár többletünk van a költségvetésben, amit valóban gazdaságra lehetne fordítani. De erre szándék nincs. Na de most képzeljük el, hogy néhány évvel ezelőtt volt 1 milliárd 200 milliós költségvetésünk. Az azt jelenti, hogy 600 millió dinár többlet volt a szükségeshez képest. És hova lett az a 600 millió dinár? Milyen életminőségjavulás történt? Érezzük-e saját bőrünkön, hogy az a 600 millió dinár hogyan, mikor, hova lett, mire lett elköltve? Hát én személy szerint nem érzem, és talán az akkori polgármestert meg lehetne kérdezni, nem hiszem, hogy kapunk rá választ. Folytassam tovább. A kivándorlással kapcsolatban a polgármesterünk azt mondta egyszer, hogy aki el akar menni, hadd menjen, nem fogjuk visszatartani. Hát nem tudom, hogy ez is egy milyen hozzáállás, de azt hiszem, hogy egy polgármesternek fogva körülmel harcolni kellene azért, hogy a polgárok itt maradjanak és itthon boldoguljanak, és egyáltalán, tehát ilyet nem mondanék, hogy hadd menjen, akar hadd menjen. Az utolsó ülésen szintén történt egy ugye durva dolog, amikor a polgármester már kiborult, és személyesen engem megfenyegetett, ugye hazugnak nevezett, hogy semmi sem igaz. Nekem mondja, hogy hazug vagyok, aki valóban szóra a teljes ülés anyagát elolvasom, legyen az ilyen vastag, de én azt A-tól Z-ig átolvasom, hogy legyen véleménye és hozzá tudjak mindenhez szólni. És az mellett, hogy hazugnak nevezett, ugye még meg is fenyegetett, vigyázzak, nehogy néhány évre félreállítsanak, mert már annyira felszaporodik az a sértegetés, hogy én sértegetek személyeket. Hát én nem tudom, hogy kit sértegetnék, én úgy érzem, nem sértegetek senkit. Általánosságban beszélek a pártokról, beszélek a viselkedésükről, a módszereikről, és kimondom, amit gondolok, de én személyesen nem bántottam meg senkit. Azt is hallottuk, hogy 200 betöltetlen munkahely van a községünkben, és tettem egy javaslatot, ha már van 200 betöltetlen munkahely, akkor az önkormányzat készítsen egy listát róla, és azt megosszuk egymás között, és megosszuk az interneten, hogy az a rengeteg munkanélküli, aki még esetleg itthon maradt, hogy tudjon válogatni, hogy mi az a 200 munkahely, amit esetleg, ahol el tudna helyezkedni. Sőt, már azt is javasoltam, hogy a hatalom képviselői is válogassanak nyugodtan ebből a 200 munkahelyből, vagy alapítsanak egy saját vállalkozást, dolgozzanak kétkezi munkával, ahogy azt mi tesszük, mi polgárok, és legyenek így hasznos tagjai társadalmunknak. Azt is hallottuk, hogy a polgármester 200 milliós dinárt dolgozott le.
Az egyik dolog, mi a költségvetésből nem tudunk 200 milliós dinár hiányról, valami 60-70 milliós hiányról tudtunk, hogy költségvetési hiány, nem 200 millióról, de az is elhangzott, hogy és tetemes összeg van még, a 200 millió fölött tetemes összeg van még hiány. És ezt is feltettem a kérdést, amire még nem kaptam a választ, miből tevődött össze a 200 milliós dinár adósság, mennyi adóssága van még az önkormányzatnak, és hogyan dolgozta le. Ezt szeretnénk tudni. És ha meg lesz a válasz, akkor majd önök is meg fogják tudni. Következő, ugye folyamatosan kérjük polgármestertől is, és a képviselőktől, tanácsosoktól, kérjük az ő programjukat. Az utolsó előtti 9. képviselő testületi ülésen polgármester nyomatékosan megígérte, hogy ott van az asztalán, már 20 napja, el kell, hogy olvassa, és megígéri, hogy a következő KKT-i ülésen ott lesz az anyag, és azt elkapjuk, és sajnos nem kaptunk semmit. Tehát akkor ennyit arról, hogy ki a hazug. Kit nevez hazugnak. És akkor utoljára hagytam a kedvencemet. Ez is az utolsó KKT-i ülésen történt. Azt mondja, hogy kedves képviselő úr, magának nem kell mindenhez felszólalnia. Elég, hogyha megnyomja azt, hogy igen vagy nem. Már melyik órára nézzek, már 1:30 van. 1:30 van. Mondja egy polgármester munkaidőben. Amikor én bezártam az üzletet és a saját munkámat hagytam ott, hogy ott legyek az ülésen, és hogy próbáljak okos döntéseket hozni, okosan szavazni a polgárok érdekében, és erre munkaidőben azt mondja, hogy 1:30 van, már nem tudom elvinni az ebéd. És nem utolsó sorban egy polgármesternek az mellett, hogy képviselni kell a polgárokat, a községet, és nem egy bábú szerepét kellene, hogy betöltse, az mellett uralkodnia kellene az indulatain, és nem szabad megengedni, hogy ilyen kirolnások legyenek, ami volt ezen az elmúlt ülésen is. És képzeljük el, most amiket felsoroltam, mindez egy év alatt történt, akkor el tudjuk képzelni, hogy az előttünk álló még következő 3 évben mi fog megtörténni. Meddig tudunk még süllyedni, mert tudunk, hány családnak kell még szétszakadnia, hányan kell még, hogy külföldre menjenek, azért, mert ők ott a fotelekben, akik pártkatonák, pártutasításokat követnek, ők nem foglalkoznak a polgároknak a problémáival, ők csak ott szépen el vannak, és elköltik a mi pénzünket, fölérik a költségvetést. Következő téma, kör, mit kellene tennünk? Tehát nekünk, mint polgároknak, és polgárok csoportjának, hogyan képzeljük el mi, hogyan kellene irányítani ezt a községet, és hogyan tudnánk fejlődni. Na most erről mondjam azt, hogy az elmúlt 5 évben rengeteget folyamatosan olvasok, tanulok, követem, nézem videókat, cikkeket, mindent, és egyáltalán a községben történő összes eseményt próbálom követni, és erről már szinte én egy könyvet tudnék írni, hogy az elképzelésekről, és magam előtt látom úgy, mint ahogy egy fényképész maga előtt látja, hogy milyen kép fog készülni, magam előtt látom azt a jövőt, hogy mi lenne akkor, ha mit lehetne megvalósítani. És néhány évvel ezelőtt írtam egy olyan cikket is a Facebook oldalon, hogy ellopott magyar konizsai állam. Tehát úgy érzem, hogy az elmúlt 10 évben nekünk ellopták a jövőnket, ellopták a munkánkat, ellopták az életünket és az élőhelyünket. És mindent szétloptak, és itt maradtunk üresen, parlagon.
Tehát a VMS-szel ellentétben nekünk igenis van programunk. A választások előtt is közé tettünk egy programot, azóta már azt számtalanszor bővítettük, finomítottuk, és hogyha mondjuk bárki, hogyha megkérdezi akármilyen témakörrel kapcsolatban, biztos, hogy van róla véleményem. Nagyon fontos dolog, mit kellene tenni? Költségvetési reformok. Az egész községi költségvetés úgy, hogy van, meg kellene reformálni, és ez alatt, erről már ugye szóltam egy-két szót, tehát átnézni a költségvetést pontról pontra. Ugye, mire van szükség a községnek? Ugye, szúnyogírtásra. Jó? Nézzük meg, kiírjuk a pályázatot, nézzük át, egyszerűsítsük azt a pályázatot. Arra a pályázatra jelentkezzenek hárman, jelentkezzenek öten, és tudjuk választani ne csak a minőség, hanem az ár alapján is, és választunk egy olcsóbbat. Például. És, tehát így mond, a sablonokat leegyszerűsíteni, szabadon tudjanak pályázni a vállalkozók, és jobb ajánlatokat tudjunk kapni, ezáltal rengeteg pénzt meg tudunk spórolni a községnek. Másik oldalon ugye az önkormányzatnak van 256 fizetett munkás dolgozója. Az utolsó kártyatűrésen szintén egy kérdést adtam át. Kérem azoknak a listáját, milyen intézményben, kik dolgoznak, akik a közpénzből vannak fizetve, milyen munkakörben, milyen munkát végeznek, és bizony találnánk ott jócskán olyat, akik csak pártalapon vannak elhelyezve, és akiknek semmi dolga, és sokaknak még be se kell menni a munkahelyére. Ő neki alanyi jogon, mint a párt katonája, aki tolja a párt szekerét, jár az a havi 60, nem tudom, hogy mennyi ezer dinár. A semmiért. Tehát a reformok mellett át kell vizsgálni, hogy kinek a hatékonyabb munkája, ugye, és ezt úgy nevezném, hogy rezsim csökkentés, tehát hogy kiszűrni azokat az embereket, mert ez egy óriási teher. Ennyi embert fizetni hónapról hónapra, évről évre, ez egy óriási teher az önkormányzatnak, és az egyre nehezebb, szegényebb világban erre már a mi költségvetésünk sem képes, hogy ezt elbírja. És ezt csak akkor lehet megvalósítani, a teljes reformot, hogyha választások idején is születik egy teljes reform. Mégpedig láthatjuk az elmúlt 4 éves periódusokból, az nem megoldás, hogy most jó volt az egyik párt, most jött a másik párt, azért ők kiegyeztek, akkor bevettük a harmadik párt embereit is, és akkor szépen mindenki ott maradt, és akkor ott élik az életüket, jó munkahely, jó fizetés, onnan mennek nyugdíjba, és közben a községet pusztítják, és a község romlik, és a polgárokat nem képviselik. Tehát, hogy egyszer már kellene egy olyan változás is, amit mondjuk rá most az 2016-os választásoknál Adán sikerült megvalósítani, ahol a polgári csoport, a szavazó polgárok 75%-ának elnyerte a szavazatát. Most ehhez az is kell, hogy legyen egy olyan ember, ugye, aki mögé oda tudnak már állni az emberek, akiben bíznak, akiben hisznek, hogy az meg tudja valósítani a céljaikat, és őket tudja képviselni. És az elmúlt választásokon mondhatjuk azt, hogy az emberek vagy nem mentek ki szavazni, vagy ha kimentek szavazni, akkor vagy érdekről szavaztak, vagy megvásárolták, vagy esetleg döntött a kisebbik rossz mellett, ugye, hogy próbáltak kiszűrni azt, hogy melyik lehet a kettő rossz közül, vagy három rossz közül, melyik lenne mégis a jobb. És ez idáig eredményekre nem vezetett. De viszont most lesz még egy témakör, amiről majd beszélni fogok. Annak éppen az a polgáriasodás a lényege, amiben én hiszek,
hogy itt csak is a pártok ideje lejárt. Itt csak is a polgárok tudják a kezükbe venni a hatalmat, és ők tudják, hogy nekik mi a jó, és nekik kell a döntéseket hozni, és csak akkor tudunk valójában fejlődni. Azt mondja, hogy a hitelek. Hiteleket nem szabad megengednünk tovább, hogy az önkormányzatnak nem volna szabad újabb hiteleket halmoznia, hanem észszerű pénzfelhasználással, ugye reformokkal ezeket a hiteleket ki lehet váltani. Tehát addig nyújtózkodja, ameddig a takaród ér, inkább takarítsunk meg pénzt, és gondolásunk, előre lássunk, ha bejut a krak, vagy akármi történik, valamilyen krízis, akkor egy kicsit inkább előrébb legyünk, mint hátrányban, hogy fizetésképtelen a község. Az áremeléseket ugye vissza kellene szorítani, legalábbis ami önkormányzati hatáskör, hogy sőt, mondom, biztos vagyok benne, hogy sok területen még csökkenteni is lehetne. Az egészségházzal kapcsolatban, ezt én követem az interneten is, Facebookon, 2012-ben a község településein megszüntették az orvosi ügyeletet. És ennek állítólag észszerűsítési oka volt, mert nagyon költséges egy-egy faluban működtetni egy orvosi ügyeletet. Hát erre én úgy gondolom, és hát az a véleményünk, hogy az emberek, a polgárainknak az egészsége az mindennél fontosabb. És szerintem vissza kellene állítanunk az orvosi ügyeletet a községben, minden faluban, hogy nagyon is számít, hogy most néhány perc alatt, vagy 20 perc alatt, vagy fél óra alatt érőd az orvos, amikor szükség van rá, és hogy hova tudnak fordulni, vagy egyáltalán akinek autója sincs, vagy most keresem taxit, vagy hogy beérni Kanizsára. Tehát úgy gondolom, hogy azt a pénzt az önkormányzatnak ki kellene máshol spórolni, úgymond saját magán a bürokráciáját spórolja ki, de az embereknek vissza kell adni az egészséghez való jogot és a feltételeket, hogy egészségesebben élhessünk, és időben megkapja az a beteg, és mindannyian megkapjuk időben azt a segítséget. Mert hiába a pénz, és hiába a vagyon, és bármi, ha nincs egészség, akkor semmi nem ér semmit. Nagyon fontos dolog lenne a községben megszüntetni a diktatúrát. Mi a diktatúra? Az a párturalom, ami folyamatosan zajlik ugye a községünkben. Tehát egy demokráciában, ugye az emberek azt gondolják, hogy a demokráciában szabad a gondolkodás, és az ember szabad, szabad a véleménynyilvánítás, és minden szabad. Most én erre azt mondom, hogy a demokráciának ebben a pártdiktatúrában nyoma sincs. És nem, hogy a polgárok nem szabadok, mert senkit nem kérdeznek meg, hogy mi az ő véleménye, és mit szeretne a községben tenni, mire volna szüksége, de még a képviselőket is lefokozzák, tehát a polgárokon túl még egy képviselőnek sincs semmihez sem joga. És nem alkothatunk vélemény, nem tehetünk javaslatokat, és egyáltalán semmiben nem szólhatunk bele, mert ők az urak, és ők diktálnak, és ők költik el a pénzünket. A cenzúra, amit szintén meg kellene szüntetni. Az én elképzelésem a sajtóról az lenne, hogy együtt, közösen irányítsuk ezt a községet, az összes megválasztott képviselő, és szabadon nyilatkozzon a sajtónak és bármelyik sajtónak arról, amit ő szeretne mondani, és elmondhassa a véleményét. Tehát ez megengedhetetlen, amit ugye tapasztalunk és átélünk az elmúlt egy évben is,
ahol az ellenzék nem is létezik, és szava sincs, és a polgároknak is szava sincs. Tehát azért biztos, hogy parancsba adnám, hogy a médiáknak legyen az Info TV, legyen az Pannon TV, legyen az Magyar Szó. Tessék, hozzátok fordulnak polgárok, a csoportok, az emberek, a képviselők, és írnak egy véleményt, tessék, közöljétek le. Most, hogyha az a vélemény netalán rossz szándékú, nem biztos, hogy olyan is előfordul, de hát akkor, ha indokolatlan az a rossz vélemény, hát akkor én meg tudom magamat védeni. Tehát, hogyha az én lelkiismeretem tiszta, akkor nincs miért mentegetőznem, akkor a szabadon megjelenik a sajtóból, azt rögtön meg tudom cáfolni, hogy ez nem igaz. És akkor le is szokna mindenki a hazudozásról, és valódi értékes információk jelennének meg a lapokban és a tévékben. A korrupciót kellene megszüntetni a községben. A korrupció az egy nagyon tágabb fogalom, ugye nem kell csak ilyen nagyobb oldalai korrupciós ügyekre gondolni, mint a Brandner ügy, ami volt, hanem korrupció lehet bármi, ahol visszaélnek a polgároknak a jogaival, legyen ez egy közbeszerzés. Már az is, ha a személyre szabott, az már korrupció. Ha én nem kapok munkát, mert a másik a zsebbe teszi azt az X összeget, az is korrupció. És számtalan ilyen módszer van, ami korrupció, és igenis korrupció, föntről leig át van itatva, az egész rendszer egy korrupt. És mondhatom, hogy a hal fejétől egészen a farkának az utolsó szárkájáig át van itatva. És én ezt is végigjártam egyszer, amikor egy korrupciós ügyben, ugye végigjártam a ranglétrát, és mentem, mindig emlékeznek néhányan, biztosan volt egy ilyen Bud Spencer film, az a kisfiú és az idegenek, és amikor a Bud Spencer ugye kereste egy problémával fordult az illetékesekhez, és akkor vezette följebb valóhoz, az a följebb valóhoz, már 50-re kísérték, és akkor még eljutott a főnökhöz, hogy elmondja a problémáját. És így jártam én is, és mentem az intézményigazgatóhoz, mentem a megbízott felügyelőhöz, tanácsoshoz, mentem, és végül elmentem a polgármesterhez, és a polgármestertől kértem segítséget, hogy segítsen, mert ez itt valami nem stímel. Azt mondja, próbáljam másképp reklámozni magam. Mondom, én már másképp nem tudom reklámozni, már mindenképpen reklámozom magamat, és mondom, évről évre fejlesztek, és a maximálisra törekszem, és évről évre mégsem kellett. És ez itt valami nincs rendben. És a polgármester rövid idő után kinyitotta az ajtót, nem tudok segíteni. Ugye ez az előtti polgármesterről van szó. És egyszer csak érkezett egy idézés a bíróságról, hogy engem feljelentettek. És azt is tudom, hogy ki jelentett fel, és ki áll mögötte, ugyebár. És megkurcoltak a bíróságon valótlan indokkal, és így próbáltak meg leállítani, hogy ne harcoljak a saját igazamért. És akkor jöttem rá én is, hogy itt nem számít az, amit az iskolában tanítanak és mondanak, hogy a becsületes munka, ugye, a becsület, hogy meghozza az eredményét, a gyümölcsét, és fejlesztjük magunkat, ugye, amit én is a gyerekeimnek tanítok, és én is ezt tanítok. És rájöttem, hogy fentről leig az egész rendszer úgy korrupt, ahogy van. És nem segítenek a polgárokon, és nem segítenek senkin, csak saját magukkal vannak elfoglalva. Azt mondja, hogy van egy példa, erről is egy-két mondatban szeretném megemlíteni, mert ez egy kedvenc videóm, úgymond az az RTL klubom volt, a Magyarországi RTL klubnak a Házon kívül című műsorában volt egyszer egy kis film, egy riport, mégpedig bemutatták egy kis falucskát, Dráva Szerda helyett és annak a polgármesterét, hogy az hogyan vezetik a falut. És
kiderült, hogy ott is, tehát hasonlóképpen, mint mi itt Magyarországon községben, ugye kapjuk évek óta a nafta rentát, nafta kitermelés utáni járulékot, ami már csökken, évről évre most csökken, volt 150 millió, de volt már 400 millió dinár, és ez a kis falu is gáz kitermelés után kapott jó, tetemes összeget, ugye, ami töredéke a mi községben megkapott összegünknek, és az a polgármester hogy gondolkodott, van egy bizonyos összegünk, ez a falui, és azt a pénzt befektette a falu polgárainak, az életminőségének a javítására. Tehát csináltak egy kisboltot, ahol az árakat legolcsóbbá tették, és egyenlővé tették a nagy multiknak az áraival, hogy a falu polgárai olcsón hozzájussanak az élelmiszerhez. Csináltak egy ingyen a kocsma épületében egy ingyen konditermet, ahol az egész falu éjjel-nappal bármikor minden családnak van búcsa, és bárki bemehet oda és edzhet, ugye, a szabadon. Még meghirdették egy ilyen fogyú programot is, és bizonyos, tehát a kilók után ugye támogatták még a polgárokat, hogy ki hány kilót tudott levadni, és sorolhatnák, az adókat eltörölték, stb. Tehát ez engem ez a kis film nagyon megfogott, meg azért, mert rokon lelket érzek abban a polgármesterben, és kezdtem, hogy valahogy hasonlóképpen gondolkodom én is. Tehát, hogy nem érdekel a úgymond a pénz, nem tudnak megvásárolni, megvesztegetni. Lehet, hogy a kevesebb pénzem lesz, de úgymond, de nem adom el magamat, és amit én jónak látok, hogy a közösségünket és a polgárokat kell szolgálni. A falvakról is szeretnék egy kicsit mondani, ugye a községi falvaink, településeink. Tudjuk, hogy ugye ott is szoktak lenni választások, és ott is megválasztanak egy falu elnököt, vagy a helyi közösségek élére megválasztanak egy személyt. És a községben is azt láthatjuk és tudjuk, hogy jó néhány településen folyamatosan 4 évente megválasztják a polgárok ugyanazt a személyt. És most mondhatnék példákat, de mondjuk csak a Balla Laci testnyelváccon például. És hogy állandóan újra választák. És mi lehet ennek az oka? Ennek az az oka, hogy ő úgymond egy független falu elnök, és a falu úgy érzi, hogy az ő érdekeit képviseli, és a falu bízik a falu elnökében, és kitartanak mellette. Mert hogyha nem őt választjuk meg, akkor úgy lehet, hogy jön egy rosszabb. Ugye? Ezt érezzük. Na most, képzeljük el, hogy ezt a gondolkodásmódot rá kellene ültetni a községünkre. A községelnök, a polgármester szintén a község polgárait kellene, hogy szolgálja. És akkor ezt a polgárok megéreznék természetesen, és akkor nem történne meg ez, hogy ami most is, tehát hogy minden polgármesterre rájövünk, hogy ráhozzuk a vides lepedőt, mert rájövünk, hogy nem jót akar, nem minket képvisel, hanem a pártot képviseli, ugye a saját pártjának a bábúja, de hát nem is tehet mást. Őt azért ültették oda, hogy ő kiszolgálja fölötte álló hatalmat. Remélem, hogy nem mutatom önöket, de még azért van egy... Még egy kevés. Nyugodtan fogyasszanak, nem csak az előtt. Bár, át kell lehozni. Tehát akkor most megkérdezném önöket, hogy önök tudják-e, hogy ki irányítsa a községet? Tehát ki irányítsa a községünket? Most ne is mondjam név szerint, nem az a lényeg.
A lényeg az, hogy néhány ember. És a párt, aki a község élén áll, ugye megvan annak az elnöke, a feje, annak megvannak az alattvalói, ugye bár az alatt is vannak emberek, az alatt is emberek, és ugye fölépül egy piramis. És azt tudjuk, hogy a pártok felülről irányítják, és akik itt vannak a községben, fontos beosztásban, ők már mind bábú szerepét töltik be. És mi lenne a megoldás? Én úgy gondolkodom, hogy fogjuk ezt a piramist, és szépen lelapítjuk. Az mit jelent a községben? Az, hogy a községünkben minden polgár egyforma. Minden polgár egyenjogú. Most önök gondolják, hogy a politikusok okosabbak, mint önök? Miben különböznek a politikusok önöktől, esetleg abban, hogy nyakkendőt hordanak, de önök közül legtöbben sokkal jobban tudnák irányítani ezt a községet, mint azok a politikusok, akik minket irányítanak. És miért? Azért, mert önök is polgáriak, mert emberiek, mert van lelkiismeretük, és ez sokkal fontosabb. Tehát a piramist úgy tudjuk lelapítani, hogy minden ember egyenjogú legyen, hogyha a község egyszer eljut arra a tudatossági szintre, és megválaszt, olyan képviselőket választ meg magának, aki a közösséget szolgálja, aki a polgárokat szolgálja, aki megkérdezi a polgárokat a fontos döntések előtt, és úgy cselekszik, és a polgároknak a kívánságait úgymond hajtja végre, nem pedig a felső utasítás. Ezt úgy is lehet mondani, hogy megfordítjuk a hierarchiát, ugye, és most nem fölülről építkezünk, hogy mostan fölülről jönnek a pártok, és akkor azok elfoglalják a községeket. És látjuk, tapasztaltuk most is, 2016-ban, az előtti választásokon is tapasztaltuk. Tehát a hatalomok játszmáján fukott a község. Nem tudott a polgáriasság felszínre törni, tehát azelőtt a VMS összeállt a demokratákkal, most összeállt a haladókkal, és ez a parancs, és punktum, kész. Ők uralkodnak. Tehát, hogyha eljutnánk egyszer arra a szintre, hogy a polgáriasság győzedelmeskedjen, és ezt megfordítjuk, nem föntről építkezünk, hanem alulról. Tehát vagyunk mi polgárok, akik összefogunk, akiknek vannak terveik, céljaik, vágyaik, elvárásaik, és akkor megválasztani olyan képviselőt, aki azt képviseli, és így alakulnak egy közösség, és így kialakulna egy másik község, egy harmadik közösség, és ezek alulról, ezek a közösségek utóbb cserélnék a tapasztalatokat, megbeszélnék egymással a problémákat, nehézségeket, stb. És akkor így egy polgárosodás tudna elindulni. És láthatjuk a nem csak Szerbiában, egész Európában ugye tüntetések zajlanak, és a Szerbiában is igaz. A tüntetők és az egyetemisták, a tanulók, őket nem érdekli a politika, őket nem érdekli a jobb oldal, a bal oldal, nem akarnak egyik pártot se újra hatalomra segíteni, és már mindannyian csalódtunk a pártokban, és látjuk, hogy ez nem megoldás, így nem jutunk sehova, csak süllyedünk tovább a lejtőn, és tehát ezek a diákok és Európában ugye a tüntetések, amik zajlanak, ez mind a politikai rendszer ellen van. Mert egész Európa fölébredt, és egyre több polgár fölébredt, hogy nekünk nincs szükségünk a politikára, nincs szükségünk a politikusokra, ne döntsön helyettünk senki, ne költse el a mi pénzünket,
majd mi tudjuk, hogy nekünk mi a jó, és akkor majd mi összefogunk, és akkor majd úgy csináljuk, hogy az nekünk jó polgároknak, nem a politikusoknak, akik csak a saját foteljeikért harcolnak, a jó fizetésükért harcolnak, és tulajdonképpen a bábujai a rendszernek, mert ők sincsenek beavatva a legtöbb dologba, és fogalmuk sincs, hogy miért harcolnak, és azok az ideológiák, amiket ők hisznek, azok nem is léteznek. Tehát meg kell szüntetnünk régi elavult módszereket, régi dogmákat, és egy teljesen új, kreatív önkormányzatot kellene felépítenünk, ahol az ember a fontos, és csak is az ember és a közösség a fontos. Hát, az emberek nagyon passzívak, ugyebár? És nem csak az emberek, a polgárok, a fiatalok is passzívak. És éppen, nem tudom mennyire követik, ugye most van az Info TV-n ez a Kávészünet című műsor, és a most volt a negyedik adás, és arról beszélgettek, hogy miért passzívak az emberek és a fiatalok, miért ilyen érdektelenek. Hát igazából találgatások voltak. Az én véleményem egyszerű, és talán a legegyszerűbb, hogy az emberek már annyit csalódtak, és annyira kiábrándultak, és lássák, hogy az embert nem veszik ember számba, az ember nem szólhat, az ember nem cselekedhet, nem dönthet, akkor én miért vegyek részt abban a bizonyos folyamatban, ha úgy sincs beleszólásom, és úgy sem tudok semmit tenni, hogy az jobb legyen. És a fiatalokra is szerintem ugyanígy ez igaz. És tehát ilyen romlott rendszerben, ahogyan mi szétestünk, a közösség szétesett, és az emberek nem beszélnek egymással, nem kommunikálnak egymással, ez nem is várhatunk jobb eredményeket. Tehát ez valamikor régen volt ugye az, hogy és amit vissza kellene hozni állapotokat, ugye, hogy az embereknek visszaadni a szabadságát, visszaadni a jogait, és szóljanak bele a döntéshozatalba, és akkor nem fognak, ha már ők dönthetnek valamiről, akkor nem fognak úgy ellenállni, mint most, mert nem fizetted be ennyi adót, mert az értesítés, mert okon menna, mert ez az adó, meg az az adó, és küldik, és az ember azt mondja, hát ezt én nem akartam, ezt én nem kértem, ezt miért fizessem be? De hogyha az emberek közösen döntenek, és a falvakban is az emberek döntenek, és a falu elnökön köröztől továbbadják az információkat községi szintre, és mindenről a polgárok döntenek, és a polgárok megszavazzák azt az adónemet, vagy az adónak a mértékét, vagy bármi más, ami a települést érinti, vagy milyen beruházásokat csináljunk, mit építsünk ki, hogyan fejlesztik a turizmust, mire van szükségük, és ha erre a polgárok döntenek, akkor megszűnik az ellenállás. Ezt mi akartuk, és akkor ezért nem fogunk harcolni. Tehát, és így lehetne a passzivitást is megszüntetni, és egy közös érdek, közös cél érdekében a polgárok ugyanis össze tudnak fogni, és akkor megmozdul a város, megmozdul a község. És most erre megint egy példát mondjam, hogy ez mennyire igaz, és ezt meg lehet valósítani. Tegnap megosztottam a Facebookon, ugye női futball csapat az eredményei, hogy lesz egy záró mérkőzés, vasárnap a Potiszi pályáján, jöjjenek minél többen, és nézzék meg. És ezt a bejegyzést egy nap alatt 13 ezer ember látta. Számtalanan megosztották, lájkolták, és úgymond a község lakosságának több, mint a feléhez eljutott az információ. Tehát ha valami jó, ha valami az ember lássa, hogy pozitív, akkor azért az emberek igenis mi is össze tudunk fogni, és meg tudjuk valósítani. Tehát ennyit az embereknek a passzivitásáról. Ugyanakkor azt is találgatták, ez most is szóba volt ezen a kávészünet adáson, de az előzőn is, hogy mi lesz a vigadóval. Minek az a vigadó,
miért nem mondjuk le, az mennyibe kerül azt kijavítani, mert ha már fürdő lenne, akkor az már lenne funkciójavigadónak, de hát az majd mennyi költségbe kerül, stb. Tehát úgy mondom, számomra egy ilyen buta beszélgetés zajlott ezzel kapcsolatban, és holott még a riporter is erőlteti a saját butaságait rá a résztvevőkre, akiket kérdez, és azt mondja, hogy mert úgy lehet, az nem is kellene nekünk az a vigadó, mert az mennyibe fog kerülni. Na most akkor erre hagyd mondjak egy ellenpéldát. Ugyebár az Info TV privatizálva lett, azaz ajándékba adtuk egy személynek, aki egy Kft. Keresztül, Info Tiszapad Kft. Keresztül elkapta a Kanizsai Info TV-t, ami egy köztulajdon és közmédián volt. És miért az a bizonyos, és most ki kell mondanom, hát egy forró gurul van szó. Ugye ezt elkapta, évi szinten megtámogatjuk 6 millió dinárral, és akkor ő ott szépen el van, és akkor a feladatát végzi, ugye, mint igazgató. De érdekessége az, hogy ugyanez az úr, az úriember az Egyesületén Köröstől elkapta az ifjúsági otthonunk felügyeleti jogát. Nemrégiben volt az, hogy az ott működő tánckluboknak és különböző csoportoknak meg akarták fizetni az ott tartózkodását és órabért kérni, fizetni velük. Akkor az interneten keresztül is ezzel is szembefordultam és harcba szálltam, és sikerült is, ha már az önkormányzat fizeti a rezsit, akkor miért egy bizonyos személy, egy magánszemély Egyesületén Köröstől profitáljon abból az intézménynek a működéséből. Logikus. Na és akkor tegyük fel a kérdést, tehát gondolkodjunk el rajta. Képzeljük el, hogy a vigadó föl van újítva. Kész, gyönyörű, pompásan, és vissza a hányfő régi állapotába, és működőképes. Ja, és akkor ez az egyesület, akiről szól van, ugye Info TV, az ifjúsági otthon, az ők elkapták a Tisza parton és a Strand Diszkónak a működtetését, azt a helyet. És hogyha lenne egy vigadónk szépen berendezve, akkor szerintem a forró Lajos úr is tudna a vigadóval mit kezdeni, és akkor elkapná az ő egyesülete azt is, és akkor majd találna a programot, hogy mit kellene abban kezdeni. A tájékozódás nagyon fontos. Ugye én látom a tájékozást, és hát a médiáknak a szerepét, és a közmédiák, ugye, amit művelnek, ne ismételjen, és én személyesen, illetve mi polgárok, és ellenzék, és képviselők, nekünk a maradt az internet, mint tájékoztatási fórum, és interneten Köröstől tudjuk felvilágosítani a polgárokat, hogy mi történik a községünkben. És óriási szerepe van, mert aki a médiát uralja, az uralja az embereket, uralja az emberek gondolatait, és mindent ural. Tehát sajnos ellen nem tudunk tenni, cenzúra ellen, médiahatalom irányítása ellen. Tehát marad számunkra az internet, de fontos az, hogy a község összes polgára minél szélesebb körben tájékozódjon, minél szélesebb körben gyűjtse be az információkat, és ne alkosson véleményt egy főjárásunk médiában elhangzottak alapján. Mert abban jogosan kételkedhet, hogyha már pláne az ellenzék meg se másként gondolkodó véleménye meg se jelenik, akkor ott már gondolkodhatunk rajta, hogy valami ott már nem stimmel. A képviselőkről még hagyd mondjak néhány szót, ugyebár a községi képviselő, 29 képviselő van Magyarkon és a községben, és ebből a hatalmi koalíciót alkotja 12 VMS-es és az 5 haladó képviselő, ami 17. A 29-ből a többiek vagyunk mi ellenzékiek. A 17 képviselő elegendő ahhoz, hogy a képviselő testület minden, de minden megszavazzon. Tehát többségi képviselő szám szükséges, azt jelenti, hogy 15 képviselő a 29-ből már bármit megszavazhat. És ők ezzel élnek is szépen, és a politika erre építkezik, ugye bár
hogy az ő embereik, akik ott bent ülnek, akik föl se nyissák az anyagot sokan, elnézést kérek a kivételtől, tehát aki bele se néz abba az anyagba, de nincs is rá szüksége, tudja, hogy az ő feladata az, hogy megnyomja, hogy igen. És ő ezért megkapja a képviselői fizetését. Ezt az ülésen is én elmondom nekik ugye számtalanszor. Na most van egy probléma, hogy ezen ugye nem tudunk változtatni. 4 évente van választás, tehát az elkövetkezendő 3 évben sajnos ez még így fog működni. És nagyon sajnos, hogy így fog működni. Hogy a hatalom minden rossz döntést megszavaz. És amiket felsoroltam, mennyi rossz döntést hoztak az 1 év alatt, a következő 3 évben ez még hatványozottan meg fogják hozni a káros döntéseket, amely nem az önök érdekeit képviseli, hanem a párt érdekeit képviseli. És hát egy módszer lenne még ezen változtatni. Ugye nem tudom, hogy minden képviselő tisztában van ő vele. Miután őt megválasztották képviselőnek, ő már továbbra nem a párt képviselője, hanem az a saját mandátuma az az övé, amelyen szabadon rendelkezhet. És erre voltak is példák, hogy az elmúlt években is, hogy a képviselők vándoroltak, ugye a VMS felvásárolta a képviselőket, és akkor mindjárt megvolt a többség. Na most nem tudom, hogy az én elképzelésem szerint, mint az én azt szeretném a jövőben, és azért is harcolunk, és bármelyik képviselővel, akit a polgárok azért választották, hogy őket képviseljék, bármikor bárkivel szívesen leülünk beszélgetni, és egyszer az életben meg tudnánk itt is fordítani a dolgokat, hogy azok a hatalmi képviselők, akik szintén tudják, hogy rossz, amit megszavaznak, ők is érző emberek, és nincsenek abban tisztában, hogy milyen hatalmat támogatnak ugye mögöttük, és nincsenek tisztában, hogy milyen céllal működtetik azt a hatalmat fölöttük, ugyebár őnekik csak az a dolguk, hogy megszavazzák a döntéseket. És ha egyszer az életben megélném azt, hogy ezek a jóra való, becsületes, tisztességes képviselők, akik a sötét oldalon ülnek, egyszer átállnának a jobb oldalra, úgymond, és az ellenzékhez csatlakozna 4 képviselő, az már elég lenne. És hogyha 4 képviselő át csatlakozna a jó oldalra, az emberi oldalra, a polgárok képviseletére, akkor nem kellene még 3 évet várnunk. Akkor fölborulna az egész önkormányzat, a képviselőtestület, és megváltozna minden. Újra kellene szervezni ugye a községnek a legfontosabb szervét, és elindulhatnánk egy pozitív úton, egy pozitív gondolkodásmóddal, és tudnánk tenni valamit a községünk fejlődése érdekében együtt, közösen a polgárokkal. Ugye lehet, hogy ez csak egy álom, de azért, hogyha ezt látni fogják, és majd meg fogják látni biztos a kedves képviselőtársaim is, tehát én nem ellenségként tekintek rájuk sem. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi, csak valamiért másképp látjuk a dolgokat, de hiszem azt is azért harcolunk, hogy meggyőzzük őket arról, hogy ez a világnak nem így kellene működni, és a községünknek sem így kellene működni, és ezen változtatni kell, de sürgősen, és arra már nincs 3 évünk, mert minden választás után óriási tömeg elindul, aki még az utolsó reményét a választásokba tette, és miután bukott az ész, a gondolkodás a községben, a szabadság, azután elindulnak nagyvilágba. És ez, amiről én itt beszéltem, ez a polgári képviselet, és hogy a polgárok döntsenek a sorsukról, és lapítsuk le a piramist, ugye ezt a világban úgy nevezik, hogy részvételi demokrácia. Ez a részvételi demokrácia, ez már működik nagyon sok helyen a világban.
ez az Európai Uniónak benne van a szabályzataiban, erre törvények születtek, hogy ez működhet, csak ugye a hatalmak és a pártok ezt nem akarják engedni felszínre jönni, mert az ő nekik nem jó, hogy megszűnjön az az uralom, amit ők megszoktak, és amit szeretnének továbbra is folytatni. Viszont így zárszóként azt elmondhatom, hogyha egyszer sikerül megvalósítani ezt a részvételi demokráciát, amiről most beszéltem önöknek, akkor nagyon rövid időn belül az egész község megváltozna, még a levegő is megváltozna, és az emberek felszabadultabbak lennének, és az embereknek lehetne szabad véleménye, lenne az embereknek döntésjoga, és biztosan, és én látom előttem ezt a pozitív jövőképet, és biztosan állíthatom, hogy a részvételi demokrácia lenne, akkor a világot ki tudnánk forgatni a sarkából. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. És akkor most hát szeretnénk majd megkérni még a jelenlevőket, a képviselőtársakat, hogyha valaki szeretne szólni, akkor először őt meghallgatjuk, illetve utána őktől, és hogyha bármilyen kérdésük van, akár a képviselőkhöz, akár a községgel kapcsolatban, vagy csak a véleményüket elmondanák, vagy szeretnének az önkormányzat felé kérdéseket továbbítani, akkor azt megtehetik. Jobban lássanak egy ilyen. Mivel itt már sok mindenről szó volt, és hogy ne sírtelgessük a dolgokat, problémák fennállnak, léteznek, vannak. És én ebből kiemelnék egyet, amit már egy párszor a KKT ülésen elhangzott, és nagyon ura módon mindig le van téve az asztal alá, az pedig a mostani önkormányzatnak a programja. Érdekes dolgokat kaptunk válaszként, mert egy párszor követőnk. Jön az egyik, az volt a KKT elnöke, azt mondta, hogy nem kell ide program, majd négy év múlva, négy majd eldöntő, jó dolgoztunk-e vagy nem. Hát, én úgy gondolom, hogy még magában a huncut udvarlásban is azért tervezgetnek a hölgy meg a férfi, hogy majd akkor építjünk, meg lesz gyerek, meg nem lesz gyerek. Valamit azért lesz ott nekik. De akkor költözöm azt a kérdést is, hogy akkor hogy tartódtak a program nélkül, amikor a választások voltak? Tudjuk, hogy hogyan. A VMS magas szintű programjával, amit nem lehet lebontani, vagy nehezen lehet lebontani községi vagy helyi közösségi vonalra. Én úgy gondolom, hogy ezen nekünk képviselőknek, mert még sajnos nem kaptuk meg a föltett kérdésre a választ, még úgy lehet, hogy darabig nem is, már most egy éve ugye, hogy program nélkül megyünk, és ha valakinek valami eszébe jut, akkor hónap után mond valamit, akkor hónap után meg megint más mond. Ezt nekünk nagyon gyorsan ki kell harcolni. Miből áll egy ilyen program? Még ha nagy vonalakba tesszük is. Az egyik az, hogy mit akarunk, van-e rá pénz. Milyen sorrendben akarjuk, milyen sorrendben akarjuk a pénzeket. Miről kell lemondanunk, és mit kell forszírozni. Az alaptételeket lerakjuk, akkor már sokkal könnyebben tudunk. És így megoldódik akkor a 600-700 milliónak a sorsa, hogy mit akartunk belecsinálni. Ugyancsak az, hogy milyen programokkal bírunk menni,
mit kell tenni azért, hogy a pénznek egy része, tehát csökkentett a dolgozó száma 260 valahányról, mennyire lehet levenni, de vigyázni arra is, nehogy az miatt hónap ne legyenek éppen az egészségügyben orvosok. Tehát ezt a programot ki kell csikarni, és azt hallottuk ugye a polgármester úrtól, azt mondta, hogy jó lenne már valaki jönne és mondaná egy épeszű ötletet és programot. Na várj, most, hogyha a Zapa azt mondja, hogy fiam, mondjál már, mit csináljunk, akkor már régen baj van a családban. Hát nem ő neki kellene egy programmal kijönni, azt mi majd azt mondjuk, hogy igen vagy nem. Mert a nép az ömébe nekik szavazott, az azt jelenti, az ő program jó, mindegy, van egy, nem, de az ő program jó, hát akkor kezdjék az élvezet. Mint opozíció, azt mondjuk, hogy nem jó, vagy jó, attól függ, hogy politikai játék lesz mögötte, vagy a valós. De ezt én azt javaslom, hogy mi vagyunk egy páran, kevesen vagyunk, de ezt én úgy gondolom, hogy kibírnánk harcolni. Ennyit akartam ezt. Da kažem, nema tu neke velike razlike u smislu toga kada uputimo neku kritiku ili neki predlog. Ono čime smo mi zabrali, imamo priliku makar na repliku, pa možda možemo da pojasnimo ako dođe do nekih nesnoća, ali ja se iskreno nadam da mi možda možemo vremenom dokazati, ubediti sad trenutno opozicija ili neko drugo kada bude sve jedno, da uvijek jeste stvarno takva opozicija koja ne gleda na to koje i kako mislimo, kako ćemo da radimo. I stvarno dajemo konkretne predloge i ono što jeste primenjivo i jeste ostvarivo. Pa mi ćemo biti uporni, mi ćemo biti dosledni kako smo krenuli, da se nikad ne sramotimo, da ostanemo onako, da kažem, na takvom putu kako su ti građani koji su za nas glasali, da kažem, da nam ostane i dalje podrška i zato verujem da možemo mi nešto da uradimo. Ako i ne prihvate naše predloge, ali sam sigurna da ne mogu ostati uvek ljubi na njih, ako će ih jednom usvojiti kao svoje, nama će i to biti dovoljno važno da se nešto uradi. Za sada, kako vidite, nema nekog velikog napretka, ali je važno da smo tu. I ono što je nama bitno, da imamo komunikaciju, da znamo što se dešava, da smo uvek tu da kažem, stižu nama nekada i neka obaveštenja, kao da kažem, javljaju se da li pokazuju na neke probleme, što znam, nama je to važno. Da budemo u kontaktu sa ljudima ili realnim stvarima, možda i ono što nas trenutno ne dotiče, ali da budemo upoznati sa tim koji problemi postoje. Mi to prezentujemo, ukazujemo, ali mislim da će biti rezultat. A vi sve sugestije, sve, da kažem, informacije koje imate ili želite da imate, mi očekujemo da nam se javite, da nam kažete pa da i dalje možete. Még egy mondatot hagyd mondjak, ugyebár azt már említettem sokszor, tehát a interneten és a Facebookon keresztül ugye eljutok nagyon sok emberhez, de nem mindenkihez. Tehát itt is vannak köztünk is olyan tagok, csapattársak, akik nem járnak az interneten és nincsen Facebook profiljuk. Tehát csak annyit szeretnék mondani, hogy ahogy az elmúlt évben is volt rá példa, Lepár Jenő, igen, tehát hogy ő is meg többször is megkeresett az évfolyamán, tehát bárki bármikor megkeresett, ugye tudják, hogy hol dolgozom, egész nap szinte dolgozom, és szívesen elmesélek bárkinek bármit, illetve kérdezhetnek. Tehát a lényeg, hogy engem is meg lehet látogatni, és akkor el tudunk beszélgetni. Tehát nekem sincs arra sokszor időm és energiám, hogy én most mindenkit körbe hívogassak információkhoz. Tehát mondom, nagyobb tömegekhez eljuttatom interneten keresztül, és nyugodtan keressen meg bárki.
engem is, és akkor hát kérdezem, hogy akkor valakinek valamilyen kérdése, véleménye, felszólalása, tessék bátran. Nekem csak egy véleményem van, egy dolog, amit én hallottam ezelőtt körülbelül 2 héttel, ezzel a kivándorlások, meg elmennek, a fiatalok nem mennek el, és tett egy fiatal ember egy olyan megjegyzést, hogy ide figyeljetek, itt már nem az a bátor, aki, és nem az a bátor, aki elmegy, nem az, aki marad. Tehát, és valójában tényleg így van, mert aki itt marad, annak, és ez az önkormányzat, ez a vezetőség marad, hát elég szomorú lesz. Úgyhogy ezt hirtelen hallottam ezt a bátor. Igen, akkor vannak további jelentkezők. Tessék, Marika! Biztos, hogy ismer mindenki. Én nagyon gratulálnék az ellenőrzéki csoport munkájához ilyen körülmények között. Én azt hiszem, hogy a község polgárai bizalmat szavaztak ennek az önkormányzatnak is, ha bár tudtuk a hátterét, hogy hogy alakult ki. Elmúlt egy év, és a helyén hiányoznak a polgárok, és én egy elég széles csoportvilágot mondhatom, amit előttünk is elhangzott, hogy hogy lehet program nélkül dolgozni. Tehát az, hogy egy polgármester nem ír rá egy évig a programot átnézni és véleményezni, hogy merre halad a községet, nem tudom elfogadni, mert ez az alapvető út lenne, amit követni kellene, és így, ahogy is mondtátok, hogy közösségileg is mögé kellene állni, de mi mögé? Nem látjuk, hogy mi mögé. Én konkrétan gazdaságfejlesztésben szeretem volna részt venni, és nem tudjuk, hogy a községben ki van még bízva a gazdaságfejlesztése, és milyen prioritással akarunk gazdaságot fejleszteni. Hogy akarunk értelmiségi fiatalokat itt tartani, amikor nem tudunk neki se tematikát, se célt kitűzni. Összeomlott a jövőkép. És nekem nem mondják, hogy globálisan. Kanizsának volt egy perspektívikus jövőkép, amit nagyon szépen lerombolták. Most már mondhatom, hogy évtizedeken keresztül. És így, ahogy én is állítok, és én szerintem mindenkinek az a véleménye, hogy minden embernek a tettei fogják bebizonyítani azt, hogy mit akart a közösségét tenni. És szép dolog az, hogy ideológiát hangoztatunk és más csinálunk. Itt a közösségnek tartó erőre kellene törekedni, de az csak program mentén. És én arra kérek minden csoportot, akár a mostani koalíciós csoportot és titeket, mint ellenzéket, itt is szépen elhangzott, hogy az ellenzék hangoztatja a véleményét, de azért ti kompromisszumra is hajlandók vagytok, még a polgárok is, amennyiben az közösségi célokat szolgál. És akkor mindenki mögé állna, hogyha érzi annak jelentőségét. De mi közösségi célokat durrogtatunk, és nem csinálunk semmit a közösségét, csak azt nézzük, hogy hogy éljük túl, és az égünk az, hogy éljük túl tovább, akkor ebből nem lesz közösség, és ez magában vonja továbbra is a kivándorlást, mert ezek a mi fiataljaink és az idős emberek is nem naivak, ezek az embereknek van élet elképzelésük, és tudják azt, hogy Kanizsa lokálisan, mint község, tehát a településeket is beleértve, egy nagyon élhető, nagyon jó földrajzi helyzetű város, én még így mondom, ha bár éppen csökken a lakossága, és ezt ki kellene használni, nem pedig leépíteni, minden téren. És én is azt mondom, mint itt a többiek, hogy itt a szemléletváltás, és ezt, amit itt próbáltok, hogy a piramist egy szintre lehozni, ez nagyon nehéz, mert az embereknek a gondolkodása pont az, hogy egy mély depresszióban van, és nem hisz, itt te is elmondtad, és mindenki mondja, hogy már elveszítette a hitét a szép jövőben. Én azt mondom, mint egy idősebb generáció, hogy sose szabad elveszíteni, de mindannyiunknak például kellene a munkánkkal és bizonyítani a fiatalok felé, hogy igenis érdemes, így ahogy te mondod, most ez egy szép példa volt a sport, még a foci csapat, méghozzá női foci csapatról volt szó, hogy más sokkal haladó célokat kellene kitűzni, tehát olyan tanult, ami tényleg elfogadható. Tehát az, hogy testvériség, egység, ezt nem mondom, hogy felejtsük el, de ez a múlté. Tehát a társadalmi felépítésnek is vannak fokozatai, de a közösségépítés az mindenhol, még az állatvilágban is a túlélés biztosítja.
és az ember azt hiszem érző lény, és vannak neki áldozati normái, remélem, mert azért vannak a vallások és a parancsolat, és nem ártana, hogyha ezt az emberek arra használnak, hogy ismét az emberi értékrendet tegyék előtérbe, nem pedig az anyagi érdekeit. Én ezt kérném, és ebben maximálisan próbáljuk támogatni, mint a vállalkozók és a vállalkozók, hát most egy rendszerváltással az egyesületben elmondhatom, hogy fiatal szakára került a választásokon is felszíne, teljesen új elképzelés elég új jelennek, akik itthon akarnak maradni, és őket kellene valamilyen irányba elindítani a községben, nem pedig leépíteni a különböző terheket, és ők bírnának munkahelyeket is teremteni, de semmilyen támogatást tervénye nem kaptak. És ez a szomorú, hogy akik még maradni is akarnak, annak is csak keserítik az életük, nem pedig egy kicsit támogatnak, hogy lássanak egy távoli jövőképet, de azt szokták mondani, hogy az alagút végén mindig van fény. Tehát, hogy azt lássam már egy kicsit is, akkor nagyobb erőbe, talán nagyobb energiával össze is fognának. Köszönöm szépen, sok sikert továbbra is! Azt valóban tapasztaljuk állandóan, hogy mindig a szervői állapotok a hibás, hogy mi itt mekkora kakiban élünk. Ugye már ezt én sem tudom elfogadni, hát igenis, mi ne nézzük a másikat, hanem mi próbáljuk a saját problémákat megoldani, és itt helyben megoldani. A következő, hogy a programmal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy nekik már nincs szükségük programra. Mert ők már évről évre ugye mindig többet és többet megengedhetnek maguknak. Egyre több törvényt szegnek, úgy mondom, és egyre jobban eltiporják a népet, és ez sajnos csak fokozódik, minél tovább maradnak hatalmon, annál nehezebb lesz mindenki polgároknak. És akkor tessék, Piroska, jöjjön. Köszönöm szépen a szót, én nagyon rövid lennék. Mindenképpen örömmel hallgatom azokat az optimista megnyilvánulásokat, amelyekről sajnos lehet, hogy jellememből adódóan lassan már lemondok. Tehát a közösségépítés és hasonló, én ez a személyes véleményem is sajnos biztosan nem leszek túl népszerű ezzel, de azt mondom, hogy úgy látom, hogy talán már elvéstünk bele. A helyzet valójában ilyen rohamú léptekkel ilyen irányba haladt. A kérdésem az arra vonatkozna, mivel látjuk azt, hogy világszinten is mindenhol, községünkben is a politikai döntések hova vezetnek. Nagyon reménykeltő volt az az információ, amikor azt hallottuk, hogy szakértői csoport fog alakulni a polgármesteri munka megsegítésére. Kérdezném, hogy van-e erről valami információ, hogy ennek a megalakulása hol tart? Vagy megkezdődött egyáltalán? Tudnak-e róla? Hát ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy mint szakértői csoportról nem hallottunk egyáltalán, tehát polgármester tanácsadókról tudunk, ugyebár, de nem hinném, hogy ők mint szakértő részt is vennének valamilyen munkában. Ugye, tehát azt is tudjuk, hogy kicsodák, tehát pártalapon kerültek oda, polgármester tanácsadói, és ők bizony nem az a szakértői csoport, akiről ön beszél, tehát mi nem hallottunk róla. Akkor sajnos nem. Ehhez kapcsolódik egy kérdésem, és ezt elfelejtettem, hogy ugye léteznek különböző szakbizottságok, akik az önkormányzat munkáját segítik. És hol lehetne hozzájutni, hogy a legutolsó választások után egyes szakbizottságoknak kik a tagjai? Mert itt például a közbeszerzési bizottságnak ki a tagja. Civil szervezet, azt nem lehet hozzájutni, hogy kik a tagjai? Hogy nem lehet, hozzá lehet az jutni, csak az mondjuk rá, az az Anitól. Dukajától kellene kérni. Bocsánat, lehet egy megjegyzésem ide a bizottságokhoz? Csak annyi, hogy számít, hogy kik a tagok? Hát igen, számít. Csak arra gondoltam, mert én annak idején,
Ugye volt a munkahogyi bizottságnak is a tagja, igen. És ugye ezt már 4 évvel ezelőtt is ezen panaszkodtunk, hogy teljesen le lett ugye ezeknek a bizottságoknak a fontossága csökkentve. Tehát gyakorlatilag egy papírtologatást csinálnak a bizottságok, mindent ugye a községi tanács eldönt, és ugye ez lett a vége a bizottsági ülésnek is, hogy hát ez a döntés született, írjuk alá, mindenki jelen van, nincs jelen, tehát innentől kezdve persze lehet, hogy van ennek értelme, hogy ki a bizottsági tagja, csak ez a kérdés, hogy releváns információ-e, mivel ezek a bizottságok gyakorlatilag dísznek van a Városházán, annak, hogy havonta egyszer összeüljenek, megkapja mindenki semmikéjébe, idézőjelbe azt a szimbolikus 1000 dinárt, vagy nem tudom, hogy mennyit, amennyi az ülésenként jár, és onnantól kezdve vége is van az ülésnek. Tehát nem értem, nincs értelme szakbizottságokról beszélni, amikor ezek ugye nem funkcionális és nem működik. Elnézést, hiszen konkrétan egy szakbizottságnak én magam értesítését és egy személyre írja alá, és értek, és akkor én nem ködő bizottságnál hibát kapok én egy személytől értesítést. Már elnézést. Én tudom, hogy van, csak kíváncsi lennék, hogy... Na most én erre kapcsolatban, ugye vannak ilyen munkatestületek, és ebben a munkatestületekben mi is kaptunk helyet, mint ellenzék és az ellenzéknek is a tagjai kaptunk helyet, viszont amit én sem értettem, de én ezt megkérdeztem, és kaptam is információt, hogy a pályázat elbíráló bizottsági tagokat kiválassza. Mert ezekről nem hallunk sehol, és nem tudunk semmit. És pont ez a bizottság az, aki eldönti, hogy a pályázatokon kik fognak nyerni. És ezt a bizottságot a pályázat kiírása előtt, és persze, hogyha ma arra fedezett, a polgármester válaszza ki. Tehát itt a kutya elásva, ahol a pénz kimegy a községből, oda mi nem delegáltunk embereket, és nem látunk bele. Erről, ezt megértem vele, köszönöm. Tehát utólag kikérhetjük az eredményeket, de az eső után köpönyeg. Tessék tovább. Hát sorrendben talán a bizottság, itt a Marikuk, amit felvetett, hát valóban Zoltán engemet is 2 bizottságba javasolt, el is fogadtak, hát több mint vagy egy éve elmúlt, hogy az egész dolog működik, még egyszer sem hívtak. Én egyszer fölmentem megkérdezni, nem az Anikától, hanem nem tudom, ott mellette kinél kellett érdeklődni, és hát a nevetséges lettem, hogy ha szükség lesz rám, hát akkor majd szólni fognak, de eddig még nem volt rám szükség. Na most a többi kérdést úgy sorba széve, mondjuk én, nem csak én, hanem az a réteg, akikkel én beszélek, tartom a kapcsolatot, és sokszor fölteszik a kérdést, hogy hogy létezik az, hogy a Bacskulin, tehát hogy a mi hibánkból is egy kicsit említsünk, hogy második helyre lett téve, a Bacskulin úr egyetlen egyszer nem jelenik meg, és akkor nem lehet semmit tenni, hogy a következő, a sorrendben, aki van, hát az vigye át a helyét, ha már ő nem jelenik meg, sőt még a pénzt is, valami pénzt is kap azért, hogy ő képviselő. Tehát ez egy ilyen dolog. A másik, hogy elmondjuk, tehát az, hogy a VMS-t itt sokszor felemlítsük, hogy ez a hibája, az a hibája, ezt én lerágott csontnak tartom, és nem is kellene említeni, csak az, hogy már 3 mandátumot ugye végig fognak vinni, és mi látjuk az eredményét a 3 mandátummal, hogy már mindenki elmegy, meg az első hétben volt a község, most az utolsó hétben lesz, tehát hogy az ő munkájuk talán, meg hát a polgármestereket oda lehet állítani, a vicc is van, hogy az önkormányzat vagy a polgármester, meg 99 egér az mi, az hát 100 kártevő. Tehát erről nem kellene beszélni. De viszont a polgárokat is egy kicsit elmarasztalnám, mert mi nem tudunk semmit tenni. Ugyanúgy, ahogy az ellenzék nem tud mit tenni, mert a 29 képviselőből, ha 15 nekik van, emelik a kezüket, annyi. Tehát elmondhatod, és akkor végül a polgármester azt mondja, hogy már 1:30 erről a leves, nyomd az igen vagy a nem gombot, tehát sajnos tehetetlenek vagyunk. De viszont a polgárok, azok, amikor van a szavazás,
azoknak a kezében a ceruzával, azokat na, ők tudnak egyedül véleményt mondani arról, hogy az elmúlt három mandátumban ez a párt, vagy ez a akármilyen szervezet, vagy szövetség, vagy mindegy, hogy minek hívjuk, hogy ha most a haladók voltak a jók, akkor a haladókkal álltak össze, ha a demokratákkal voltak a demokratákkal, tehát a pásztor úr mindig megmagyarázza, hogy a győzővel kell összeállni, és mindig a győző írja a politikát, az ossza a pénzt, és egyértelmű, hogy az emberek, mint amit az előbb említettél, hogy volt rá példa, hogy a VMS-hez, mindegy, hogy demokrata párt volt, reform vagy honnan, pénzért valami megvesztegetés útján átmentek. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, de viszont a polgároknak hát egyszer már annyit kellene érzékelni, tapasztalni az egészből, hogy hát mert idős nénikkel beszélünk, és mondom, ne ragudjon maga, kire szavaz. Hát azt mondja a VMS-re azért, hogy magyarul beszélhessek. Tehát abszolút azt se tudja szegény, hogy miről van szó, de ők kampányolnak, és akkor azt mondjuk, hogy akkor a VMS-t karikázzuk. Tehát jó lenne a tévében most, hogy Info TV-ben vagy hol, valahogy rámutatni ennek az egész községnek a hibáira, hogy milyen hibákat követnek el. Említettük a Tiszaparton a medencét. Hát az idén én lementem, télen átmentem a befagyott Tiszán Bánátba többször is. De a medencére is rámentem, mondtam, hogy fényképezzetek le, mert az is be volt fagyva. Hát, hogy mennyi kárt tett a befagyott víz a medencébe, azt nem kell lecsepelni. És hogy most arra 200 ezer eurót, vagy annyit, amennyit elköltöttek, vagy elloptak azon az ürügyön, hát ez egy szörnyű dolog. Tehát én nem is tudom megérteni, hogyha ez így folytatódik, és ez országos szinten is így folytatódik, hát akkor itt éveken belül nem lesz se nyugdíj, se egészségügy. Most legújabb olyant hallottam, hogy hát beteget hittek volna Újvidékre, hát akkor ez az orvos, ha elmegy, akkor valami 10 000 dináros órabérért menne, és akkor 4 óra hossza oda-vissza Újvidék, tehát 40 000 dinárot, ha van, megy vele az orvos, ha nem, akkor az autóba fog meghalni. Tehát sajnos oda jutunk, hogy ha pénzed nincs, akkor ne is menj orvoshoz, de ha van pénzed, sajnos hát akkor is meghalsz, mert akkor vagy későn mennek. Most ez a legújabb, hogy nem tudom hány mentőautóval, meg hány orvos cirkuszol, betelefonáltak, hogy rosszul van az ember, köhög, nem jó érzi magát, és kazult a válasz. Hát nem érünk rá, lehet, hogy bográcsost főztek, 2 óra múlva visszahívtás, hogy a juhász úr hogy van már, és akkor sírva mondták, hogy most már jó, mert meghalt. Na, 5 perc múlva kiértek és megállapították, konstatálták a halálbeállítást. Tehát az egészségügyel is úgy óvatosabban kellene, mert az a rettentő nagy hiány nem máról holnapra keletkezett, és úgy néz ki, hogy senki a fülebotját nem mozdítja miatta. Patikában volt ennyi hiány, most bevallotta talán az igazgatónő, hogy hát továbbképzésre meg nem tudom mikre költötték el azt a pénzt, amit eladtak gyógyszert. És ezért senkinek nem üti meg a bokáját. Én nem is hallottam még olyant, hogy valaki polgármester rossz döntést hozott, vagy amit említettünk, hogy korrupció vágyával, és hogy ő azért felelt volna, vagy megkérdezték volna, hogy ne, de hát hogy is volt ez. Vagy az önkormányzatban olyanokat csuttognak, hogy az autót összetörte valaki, és utána el lett adva. Aztán kezdték kérdezgetni, mikor kiderült, hogy kitörte össze, hát akkor ne írtassuk annyi. Hát ez egy családba, tehát egy önkormányzat, hogyha nem úgy működik, mint egy család, akkor az sohasem fog működni. Ha csak azért vesznek oda fő embert, mert ez az én apám a városelnök, és akkor a fia ott legyen, és a fia a ballagáson vagy az évfolyam találkozón bevallja, hogy semmit nem kell csinálni, csak a fizetést fővenni, akkor itt mi fog történni? Mezőgazdaságban? Hát arról én nem tudom, hogy mintha ahol ülünk, leszednénk a tetőt. Földolgozó ipart kérem szépen megszüntették egy-egybe. A kanizsai malmot, mert mindig azt mondjuk, hogy az önkormányzat nem tehet semmiről, nem tud. A kanizsai malmot úgy szétszették, úgy szétdarabolták, hogy ott malom többet nem lesz. A csókai november 29 vágóhidat megszüntették, azok soha többet nem fognak működni.
A zentai cukorgyárat úgy tönkretették, az is úgy néz ki, hogy többet nem fog működni. Hát könyörgök, itt, ahol buzát, kukoricát, meg jószágot termelnénk, tenyésztenénk, és a földolgozó ipart már ott hónapra szinte lenulláztuk, a tej, még nem említettem a szabadkai tejgyárat, az is oda tartozik, évente csak Kanizsán 200 udvart zárunk be. Tehát gazdasági száma volt, meg volt, hogy milyen hány számos műszágot, hány tehenet, hány sertést, mit tartott, 260-270 udvar záróban. Nekem 5 éven van még a nyugdíjig, de nem valószínű, hogy addig ki tudom húzni, de nem én miattam, mert valami más biztos, hogy fogok csinálni, de utána már nem kell, hogy jöjjenek sem állatorvos, sem senki, ha csak nem a könyvtárba megy el igazgatónak, mert itt jószág nem fog lenni, vagyis lesz jószág, de nem olyan, amire gondolunk. És hát ez egy ilyen őrület, hogy a község semmit, még csak meg sem próbál tenni. A Balla Lajos volt a városelnök, amikor a privatizáció megindult, és mi fölmentünk hozzá, hogy a malmot semmiféleképp ne engedjék, ne ezt, ne azt, ne amazt, és kicsúfolt bennünket, hogy akkor meg fogjuk látni, hogy milyen jó lesz. Hát most már látjuk, hogy milyen jó lett. És hát annyira tönkre fog menni, talán még egy mondattal, hogy a privatizációval 5000 munkahely szerény véleményem szerint Kanizsán megszűnt. 5000 munkahely. Az azt jelenti, hogy 5000 család. És akkor mindenki gondolja végig, hogy hogy is van ez. Tehát ha nincs munkahely, nincs bevétel, egyértelmű, mindenki húz vagy Magyarországra, ha még nem tudja a nyelvet, de ha nyelvet nem tudja már, akkor Ausztria, Németország, Hollandia, mindenhova. És akkor itt, most is, ha a nyugdíjat abból fizetnék ki, amit a szerencsétlen munkások a minimálbérre bejelentett munkások befizetnek, akkor szerint véleményem szerint a nyugdíjnak egy negyede lenne kifizetve, vagy ötöde, mert annyit volt. Az összes többi a budzsetból van oda kanyarítva, ha az Európai Unióba jutunk, ez biztos, hogy nem lesz megengedve, tehát nagyon-nagyon rossz előjelek, arról nem beszélve. Tehát azt szokták mondani, ha egy országban az igazságszolgáltatás, az egészségügy, az oktatás sántít, akkor ott nagy a baj. Hát én úgy érzem, hogy ez mind sántít, és nagyon nagy a baj. Csak amikor már orvoslásra kerül a sor, nehogy későn legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalást, és akkor hogy válaszoljak az elhangzottakra. Például az elején, amit mondtál, a képviselő úr, Bacskorin István. Hogy is indult ez a községi összefogás? Az volt az alapvető cél és az ötlet, hogy az egész községet próbáljuk lefödni és összefogni mindannyian, és ebbe beletartozott a Bacskorin úr is, mint válaszutat csoport, és ő a saját 4 évvel ezelőtti eredményeivel érvelt, úgymond, és a lista úgy lett felállítva, hogy minden csoportból ugye oda kerüljön egy sorban a listára, aki bejut a képviselő testületbe, és ugye a szabály az, hogy még hogy minden harmadiknak hölgynek kell, hogy legyen, tehát ezt így kellett figyelembe venni. Most mondhatom azt, hogy nagy csalódás az mindannyiunk számára, ami történt, mert miután Bacskorin úr csalódott az eredményekben és a orvosi eredményekben, hogy ő nem tudott ott maradni, mint falu elnök. Ezek után ő munka után nézett, és Horvátországban kapott munkát, és ott tölti az ideje nagy részét, néha a hétvégén hazajár. Az üléseken talán egy ülésen volt ott, egy második ülésnek az első napirendi pontján, és ott elment. És én már számtalanszor kértem, hogy mondjon le a mandátumáról, hogy a következő a listánkról előkerülhessen, és úgymond az ellenzéknek meglegyen az az ereje, ami eredetileg is meglett volna, hogy 6 képviselővel, mint második legerősebb jutottunk a képviselő testületben, és sajnos
ha nincs ott a képviselőegyülésen, akkor is jár neki juttatás. Igaz, hogy csökkentett juttatás, de a Vaskolin úr válasza az volt, hogy évente az is 6 köbméter fa. Tehát nem lehet egy képviselőt mandátumának a visszaadására kényszeríteni. Tehát ha ő önszántából nem látja be, hogy ez, amit ő csinál és művel velünk, és az ellenzékkel, akik bizalmat szavaztunk neki, és hogy ő nem képes magától visszalépni, mi erőszakkal nem tudjuk visszaléptetni. Tehát a mandátum a sajátja, és amint azt már mondtam, a képviselők tudnak átülni a jó oldalról a rossz oldalra, és fordítva, de kényszeríteni senki nem tudja, hogy ő le is mondjon. Hát bízunk benne, hogy majd talán biztos, hogy eljut ez az információ hozzá is, és akkor az Ugró Községi Összefogás polgári csoport nevében, és az összes polgár, Kanizsa Község polgárai nevében nyomatékosan kérjük, hogy a mandátumát adja vissza, és hogy a listánkról bejusson még egy képviselő, aki szeretne dolgozni, és aki a polgárokat szeretné képviselni. Köszönöm. És akkor tessék, van-e még tovább valakinek kérdés, hozzászólás? Talán a bizottság részükről mondanám a pár szót, hogy hogy működik. Sajnos köszönöm az első, az elnök a kutatásnak, ő is tanúsíthassa ezt. Tehát én belül, amikor megláttam ezt az egész önkormányzati működést, hát nagyon csalódtam benne, akkor mentem hozzá, és akkor beszélgettünk erre, hogy hát, hogy mint. Konkrétan a kommunálisznak a lesetem, mikor nem lehet tovább ajánlva az átrázítás, mert csak 3 oldalnyi magyarázatot adtak, és tele hiányos adatokkal nem volt komplett az egész kimutatás. És mikor kértük, úgy lett elfogadva, hogy egészítsek, és úgy nem lett elfogadva, csak kiegészíti a dokumentációt, akkor mehet majd tovább. És akkor aztán a KKP ülésen lesz az elfogadás, és még a polgármester azzal dicsekedett, hogy láttam a lejátszáson, hogyha sikerült alakulni belőle, nem tudom hány százalék. Ami mindenki nem eredmény, mert konkrétan kérdezettük ott, hogy nem kivizetődött a kommunálásnak, és a brandnémedet tevékenysége, és bizony az igazgató azt mondta, hogy hát van jelesség. És ezt a pénzt mind kivizet az országos. Igen. Hát de ezzel kapcsolatban, a Brandnerrel kapcsolatban azt is tudni kell, hogy és pont ez a Brandnernek a jelentése és az elmenés kapcsán került a kezünkbe a dokumentáció, és a szemétszállítás községünkben évi 60 millió dináros üzletág. Tehát, hogyha ezt meghagyjuk volna a kommunalács kezében, és a kommunalács végezni ezt a szolgáltatást, akkor már a községnek sokkal nagyobb bevétele lenne, amit jó célokra tudna fordítani, és ez csak egy dolog, de az a szemétszállítás, ugye, amióta ugye nagyon régóta harcolunk, az emberek már el is felejtik, mert már unalmas, hát igen, de ez akkor is ez valós tény volt. Az a baj, hogy a községben minden egyes döntéshozatal így születik meg, ami a polgároknak káros. Köszönöm. Tessék továbbra is várjuk a főszólalásokat. Még valaki jó, esetleg csak annyit szerettem hozzátenni, hogy az ellenzék, tehát a Magyar Mozgalom és a Vajdaságért, ez a 3-ból áll össze, hogy összetudtok-e dolgozni, vagy előtte egy megbeszélitek-e, hogy akkor most ezt csináljuk, vagy így, vagy mind a 3 felé húz. Még azzal, hogy a Bacskolin nincs is köztünk. Jó, akkor erre is válaszolok. Tehát alapvetően a kapcsolat közöttünk jó, mint ellenzék. Tehát tartjuk a kapcsolatot, beszélgetünk úgy a Magyar Mozgalommal is, és úgy a Vajdasági Párt független képviselőjével is. Meg szoktuk vitatni dolgokat, véleményt cserélünk. Na most volt egy eset, például most éppen ez a múltkori KKT ülésen, a 10. KKT ülésen, amikor ők kivonultak az ülésről. Na most ez is úgy történt, hogy össze
lett hívva, ugye az ellenzék, a képviselők, úgy mi is ugye a Magyar Mozgalomból összeültünk, és akkor jött ez az ötlet, hogy hagyjuk el az üléstermet. És kérték, hogy erről akkor most döntsünk. A mi oldalunkról ketten voltunk ott, én és a Körnöci úr, és én azt mondtam, hogy erről most itt nem fogunk dönteni. Holnap estig megkapjátok a választ, hogy mi ki akarunk vonulni, vagy nem akarunk kivonulni, és tehát nem volt semmilyen ígéret, se döntés kivonulásra, és akkor mi szépen egymás között, mert ez úgy tisztességes, hogy az összes képviselő megbeszéltük, hogy érdemes-e kivonulni, vagy nem érdemes kivonulni, és mi úgy döntöttünk, és én időben, másnap, az ülés előtt már két nappal értesítettem őket, hogy a mi frakciónk úgy döntött, hogy nem vonul ki, de ez nem zárja ki, hogy a másik frakció kivonuljon. És mi úgy láttuk, hogy semmi értelme kivonulni, akkor, hogyha a képviselő testület határozat képes. Márpedig megvoltak a többségben a képviselők, tehát hogyha mi is elmenjünk, ők akkor is megszavaznak mindent, a KKT ülés nem marad el, és akkor jónak láttuk, hogyha mi ott igenis elmondjuk a véleményünket és beszélünk, és abban többet érünk el, mert tudunk véleményt nyilvánítani, tudunk szólni a polgárokhoz, és ez az egyetlen KKT ülés anyag, ami még kijut a nyilvánosság elé, amit a polgárok meg tudnak nézni, és mondhatom azt, hogy a KKT ülések iránti érdeklődés ülésről ülésre nő. Az utolsó 10. KKT ülés, ahol a polgármester kikelt önmagából, több mint 1000 polgár nézte meg a YouTube-on. Tehát ez egy szép eredmény, amikor ha nézzük, a régi KKT üléseknek a nézettsége nem ért el a 100 főt sem. Tehát érdekli az embereket egyre jobban, és bízunk abban, hogy a jövőben is minél többen meg fogják nézni, és tájékozódnak, és nem csak néznek, hanem látnak is a dolgok mögé, hogy mi a valóság. Akkor ennyit, és akkor tessék még valakinek. Franci úr, tessék. Most röviden. Én abban sajnos nem hiszek, és nem látom a lehetőségét, hogy hát a párturalmak megszűnjenek úgy Európában, mint Szerbiában. De Magyar Kanizsa község területén én látok valami elmozdulást a jobb irányba. Amióta a polgárok csoportja így képviseltetik magukat a községi képviselő testület ülésein, igaz, hogy hát nagyon sokszor szélmalomharcot vívnak, de az elmúlt 4 éves mandátumban nagyon-nagyon kis sikerrel, de azért ott voltunk. A kritikánk, én úgy érzem, hogy hát megtette a hatását, és egyetlen egy megjegyzésem lenne a hatalmi koalíció felé, hogy hát lehet, hogy hát mi is tudnánk egy kicsikét másképpen viselkedni, a mai frakciónk is, ha egyszer már a hatalmi koalíció az ellenzéket ellenzéknek és nem ellenségnek tekinteni. Mert ez egy óriási gondnak találom, és hát nyilván az ellenzéki képviselők zsebébe is kinyílik az a bicska, amikor azt látják, hogy hát kutyába se veszik őket. Úgy gondolom, hogy hát értelmes emberek vannak a mai ellenzéki frakciókban is, és le lehetne velük ülni, nem föltétlen mindig a kamerák előtt összevitázni, mert nem várható el, hogy hát a hatalmi koalíció a nagy nyilvánosság előtt igazat adjon az ellenzéknek, mert hát nem az a dolga, de be kellene látni, hogy hát az elmúlt mandátumban is, ebben mandátumban is ez az ellenzék tud konstruktív lenni. Ha megnézzük a szavazatokat, amit jónak lát az ellenzéki frakció, megszavazza. És nagyon kevés az, amit nem szavaznak meg, ami jó. Csak hát még egyszer mondom, lehet, hogy hát emberszámba kellene venni az ellenzéki képviselőket is. Úgy látom, hogy hát történt valami elmozdulás, nem feltétlen akarom én ezt az ellenzék javára írni, de ha vele gondolunk, az elmúlt 10 évben, talán az elmúlt évben történt egy valamire való említésre méltó beruházás,
nem biztos, hogy annyira az önkormányzatnak köszönhető, de mégis az ideál áruház fölépült, ami itt van Kanizsán. Hogy meddig fog működni, nem tudom, de az épület itt fog maradni, valami majd lesz belőle, ha más nem így busz megálló váróterem. Tehát én látom értelmét annak, hogy hát a polgárok csoportjai szervezkednek, részt vennek, részt vesznek a politikába, és úgy gondolom, hogy hát ezt az utat folytatni kell. Azt is meg kell mondani, hogy hát azért, ahogy az elmúlt mandátumban a harmadik legerősebb politikai erő volt a Zukrok képviselőcsoportja, Ugyarkanizsán, a választók valamilyen szempontból díjazták a munkát, és hát 2016-ban a második legerősebb képviselői csoport volt, hogy meg vagyunk elégedve, nem vagyunk meg elégedve, mindenképpen többet reméltünk, mint mindenki más, úgy gondolom beleértve a VMS-t is. De nagy dolog az, hogyha meg tudtuk duplázni a képviselői számunkat, és én az ellenzéki képviselői csoportnak sok sikert kívánok, ilyen bátor hozzáállást, mint ahogy eddig is. Lehet, hogy hát meg kellene próbálni beszélni a polgármester úrral, a tanástagokkal, hogy ne csak ellenséget, hanem embert is, és ellenzéket lássak. Köszönöm szépen. Hát akkor ehhez is hozzászólok. A választások után én megkerestem a polgármestert, és én felajánlottam az ellenzék, ami két segítségüket, hogy bizonyos területeket mi átvallalnánk a közigazgatásból, mégpedig amihez soha senki nem nyúlt, a gazdaságot és a turizmust, hogy adják engedélyeket nekünk, kapjunk szabad kezet, megbeszélünk egy bizonyos X keretösszeget, amivel mi rendelkezünk, és mutassuk meg, hogy mit tudunk. Erre a Fejsztelmer úr, polgármester úr, ugye akkor még nem adott választ, azt mondja, hogy nem valószínű ez, azt mondja, majd megmondják nekem föntről, hogy mit kell tenni, de azt mondja, ne reménykedjen, hát nem is reménykedtünk, és a válasz nem volt. Tehát itt ők az urai mindennek és mindenek fölött, és nem engednek más a pénzes pödönhöz. Hát ez a lényege. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy mi képviselők valóban megfélemlíthetetlenek vagyunk. Tehát nem tudnak félreállni, nem tudnak megfenyegetni. Tehát, hogyha néhány évre még próbáljanak meg félreültetni, de akkor majd én pedig azon dolgozom, hogy jó néhány tíz évre félreültessék azt, aki azt tette, amit tett a községért. Úgyhogy köszönjük szépen, tehát nem félünk senkitől, harcolunk továbbra is. A polgármesternek elmondtam, hogy ha nem engedik, hogy tegyünk valamit a közösséget, nagyon erős ellenzék leszünk, a szavunkat tartjuk, és én személy szerint én most is hiszek a polgáriasságban, és hogy ezt időben megfordulhat talán ez a rendszer, és akkor valamit valóban szerephez jutunk mi is, vagy az ellenzék is, és közösen tudunk dolgozni. Tehát a párbeszédekre nyitottak vagyunk mindig és mindenkor. Akkor tessék szépen, továbbra is valakinek van-e valami kérdés, felszólalás. Vannak itt Martonosról, vannak itt Horgosról is, Kanizsáról is, több irányból. Most darázni is, hogy most egy más program, mert nem szed a kulcsolom, mert most ezt a panóknél múlik rá, mert viszont egy zenyi kapcsolni a pénztelen felni, és neki primere, de most a bal, most a kösödött, hogy kárkova ére a lecia, és neki klasszi a pozícia. Ukrok je bio dao predlog, što se tiče kratera, bio je dat jedan predlog da se ponovo preispita način obračuna i način naplate smeća. Stalno kažem, vraćate se na Granter. Mi se ne vraćamo na Granter, nego ta priča nije do kraja urađena kako treba. I mi samo pokušavamo da nađemo jednom da stavimo tačku na tu temu, da smo dali predlog
da se koriguje način naplate. U smislu da smo sad konačno došli, eto, da se naplaćuje po posudama, imamo cenu posude i, kako je ugovorom i naznačeno, da se ta traženja vrši 4 puta mesečno. Pričamo tako da bismo najbolje razumeli koliko smo mi stvarno bili praktični. I mi smo samo tražili to da, kao i nekadašnji predlog što je bio od Ukroka, da će Brantneru, evo, za da kažemo, donirati ili pokloniti bar kodove za sve posude, s tim da Brantner bude u obavezi da svaki put prilikom traženja očita. I znači da svakom, bez obzira da li je pravno lice u pitanju ili fizičko lice, da svakom plati onoliko puta koliko je njemu zaista ta usluga i učinjena. Taj, dodali smo koliko bi to čak Brantner zaradio. Objektivno, ako ovih 500 dinara za 4 pražnjenja, on 3 puta isprazni vašu kantu, 3 puta očita, vi ćete dobiti srazmerno tome račun, znači manje od 500 dinara, ali će Brantner zaraditi. Mi smo objasnili kako. Da biste vi uštedeli da ne napunite svoju kantu sa smećem, vi ćete lepo selektovati i odvojiti i plastično, ambalažu, odvojit ćete drugo i to će vam Brantner odneti besplatno. On dobija na tome što ima već selektovan otpad, može na tome da zaradi, ne troši energiju, da razdvaja smeće i rekli smo da bi, ako dobro razmotre naš predlog, videli da bi svi bili na dobitku. Građani bi imali prilike da plaćaju manje račune, ne manje, nego realno onome koliko oni tu uslugu i koriste. Pošli smo od toga da, recimo, da nam ovako paušalno naplaćuju struju, da li bi to neko prihvatio? Da neko proceni da vi možda koristite toliko i toliko vam naplaćuje, ne bi. Pitali smo i opšte, ako bi mi procenili da oni, recimo, toku meseca potroše toliko i toliko toalet papira i mi fakturišemo, će nam oni platiti? Neće, jer oni to od nas nisu ni tražili. Mi tu uslugu njima nismo izvršili. Taj predlog nije prošao zato što je to predlog opozicije. To je nama jasno. Ja na poslednjoj skupštini smo pokušali da objasnimo da ima načina sada kada je opština s ovako malim budžetom. Da nije uvek opravdanje. Nekada, kad smo imali bolji budžet, bilo je opravdanje svetske ekonomske krize, zato je nama teško. Uvek imamo da nam je neko kriv. A budžet nam je bio puno veći nego sad. A mi smo i tada, zapravo, oni su i tada nam objašnjavali zašto para za ništa nema, isto kao i sada. Opština propada, ništa se nije dešavalo. Mi smo rekli da sad ne treba da kukamo, nego da vidimo koliko sredstava imamo i gde mi možemo da uštedimo. Možemo da uštedimo na svim ovim javnim preduzećima, ustanovama ili kako god, da li je to deo čiji je osnivač opština. Jer kao primer smo uzeli ICR, koji kada je osnivan, bilo je rečeno da prvih 5 godina će biti na teret opštine, dok se malo ne razrade, ne uhodaju i posle toga će ono postati samofinansirajući. To se nije desilo do dana današnjeg. A imamo mi još takvi koji su na teret budžeta. Znači, to su neke stvari gde bi mi uštedili 1, 2, 3, 5, pa kad saberemo, bila bi to lepa ušteda, imali bi veće potrošnje. Kad spominjemo propuste, nisu to propuste. To je neko radio smišljeno. Nažalost, odgovornost nema i onda to ovako može da se radi. U prethodnom mandatu, gde su bili neki odbornici koji su i danas, recimo iz vaše SRM, isto tako kao i gospodin Fejstemer, jako me ta priča poznata, potisuje da naša opština poklonila zemljište iz kojeg on crpi sirovinu. Da li je iko dobio gratis sirovinu i samo da proizvodi nije? A mi smo se tada bunili, nama je samo dat predlog da se usvoji, zamena, jedno zemljište opština daje
od ovaj Tondahu, drugo zemljište Tondah opštini i samo mi to da prihvatimo, identična vrednost je tržišna. Kad smo malo bolje pogledali, pa opština je konačno, više nema državnog vlasništva, sad je to zemljište postalo vlasništvo opštine. I naša opština, tadašnja vlast, napravi, reći ću, deal sa Tondahom, gde mu daje zemljište na kojem su kopovi, odakle mu vadi sirovinu, a za uzvrat, bez dinara nadoknade, za uzvrat dobija jednu parcelu, što se ispostavilo da je to jedan atarski put koji vas vodi od regionalnog puta do, da kažem, zadnjeg dela dvorišta potresa. Mi smo tada rekli, uopšte ne ulazimo u priču ko je i kako procenio da je to identična vrednost. Neka je i tako, ali nama kao opštini to vredi više. Mi smo to mogli da iskoristimo i da ponudimo to onda u rentu. I naravno da bi oni to prihvatili, jer nemaju bliže nigde odakle bi crpili tu sirovinu. Pitanje je zašto je neko donio takvu odluku. Većinu su imali, naravno da su izglasali, odgovornosti nema i više nikog nije briga zašto smo mi izgubili. Kada takve stvari spominjemo danas, nama gospodin Festener kaže nećemo se vraćati unazad, ovaj prethodni izbori su bili u aprilu 2016. i ovaj sastav je tako tako i da gledamo kako se stavlja. Pa, to dovoljno govori o njemu, ako on nije spreman da stane iza onoga što je prethodno radio, ali to je njegov problem, nije naš. Naš problem je samo da ukazujemo i dalje i da istrajemo. Nepravilnosti je bilo puno i mi danas nosimo posledice zbog takvog ponašanja ranije. I treba da spomenemo šta se ranije dešavalo. Ako ne prihvate naše konkretne predloge, ne treba mnogo da nas brine. Ja mislim da je velik uspeh prosto svojim prisustvom, makar ih kočimo da ne bude baš možda toliko, da kažem, takvih, ne moraju to biti malverzacije, ali bar ne mnogo takvih odluka. Za sad, za početak, mislim da je i to nešto. Što prosto možda nisu tako baš slobodni i komotni u tim nekim svojim postupcima, zato što znaju da stvarno se trudimo i vodimo računa šta se dešava, ali ne zato da bi njih kontrolisali, nego što uporno pokušamo da se problemi novi ne rešavaju. Ali to su samo, kažem, neki primeri i onda kad tako nešto iznesete i neko vam kaže da vređate pominjanjem toga, onda vam je jasno kako oni nas doživljavaju. Akkor még egyszer megkérdezem, most utoljára, hogy van még valakinek esetleg valami kérdése, mondani valója. És abban az esetben, hogyha nincs, akkor hivatalosan az ülést lezárom, és akkor tessék maradni, és akkor beszélgessünk, fogyasszanak, még kicsit érezzék jól magukat. És köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hogy végighallgattak, és bízunk a szebb jövőben, és dolgozzunk is érte keményen.